ugyanolyan rohadt büdös gyökér lehetsz 500 ezer követővel, mint amennyire rohadt büdös gyökér lehetsz akkor, hogyha senki nem ismer. Nehogy már attól legyen ember az ember, mert sokan ismerik. Szabó András alias Csuti. Az üzletember, akit mára egész Magyarország ismer. Aki válása után nemhogy eltűnt a magyar média süllyesztőjében, hanem egyre inkább szem elé került. Szerencsére tartasz olyan egzisztenciális szinten, hogy téged nem motivál a pénz. Motivál még, vagy nem? Soha nem éreztem azt, hogy 3 centivel megnőne a farkam azért, mert mondjuk nem egy középkategóriás autóban ülök, hanem egy luxus márkában. Csuti mára országunk egyik legmeghatározóbb social media arcává nőtte ki magát. Olyannyira érti ennek a világnak a működését, hogy tudására sikeres vállalkozást épített. Ám a sikerhez vezető út sosem egyszerű. Ott ki is rúgtak a melódból utána. A műsorszám támogatója a Lavárd. Különleges öltönyök minden alkalomra. A műsorszám támogatója az ipon.hu. Már 20 éve veletek. A helyszínt biztosította a Zoe Studio & More. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek titeket, ez itt a Ki vagy te valójában podcast első évadának első része. Mai vendégem azt gondolom, hogy nem lehet más, mint a sok lábon álló üzletember, az influencerek professzor, doktora, aki nélkül ma bizony a magyar social media jelenlét szerintem elképzelhetetlen. Hogy ki ő valójában? Nézzük meg a bemutatkozó videóját, és derítsük ki együtt. Sziasztok, Szabó András, Csuti vagyok, műsorvezető, influencer, vállalkozó, ma még itt Ausztriában, de hétfőn már ott leszek a KVTV podcastjében Tihanyi Péter barátomnál, a név senkit ne tévesszen meg, nem kávézni fogunk, hanem megpróbálunk rájönni arra, hogy ki vagyok én valójában, ugyanis a podcast neve Ki vagy te valójában. Hétfőn találkozunk, csók! Csuti! Szavasz, nagyon nagy szeretettel köszöntelek, üdvözöllek az egy pacsit adjál. Gratulálok! Nagyon marha jól néztek ki. Nagyon szépen köszönöm. Van benne elképesztően meló energia és minden más, ami ezzel kell, de nem baj. Azt szokták mondani, hogy aki mer, az nyer. És így azon vagyunk, hogy nyerjünk. Figyeltem az előkészületeket, úgyhogy számítottam valami hasonlóra, de élőben sokkal szebb, mint amit igen, láttam szépen. Az Instán. Köszi szépen. Pár mondatban azért hadd mondjam el, hogy miről szól, mit feszegetünk. Tudom, hogy te ezt tudod, mert megbeszéltük, de a nézőkhöz is szólok. Ki vagy te valójában? Egy kicsit social médiázni fogunk, egy kicsit jobban belemerülünk a social médiába, és pontosan ezért te vagy az első vendégem, mert talán Magyarországon te benne vagy a top 1-ben, hogyha erről van szó, hogy social média. Tudtam volna, hogy ilyen felkon van, akkor négyszer elrontom az elejét, hogy négyszer halljam. Ezt a külön majd ki tudjátok vágni nekem azt a részt, hogy a Peti felkonferált? Köszönöm. Azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt még talán mondhattuk azt, amikor ez az influencerkedés, social média még nagyon gyerekcipőbe járt, hogy ez nem munka. Viszont azt is gondolom, hogy mára ez már, aki olyan szinten csinálja, mint mondjuk te vagy a vendégeim majd, akik jönnek, munkává nőtte ki magát. És én nagyon-nagyon sokszor megkapom, és cáfolj meg, vagy erősíts meg, hogyha te is, hogy ti nem lehettek fáradtak, ti nem dolgoztok, ti nem csináltok semmit, ti mindent megkaptok ingyen, ti ezért még pénzt is kaptok, ti influencerek. Szóval szerintem ez egy picit már több, de kíváncsi vagyok a véleményedre. Hú, hát azért ezt lehet analizálni bőven. Maga az influencerkedést, hogy definiálja valaki az influencert, hogy definiáljuk azt, hogy mi a munka. Uh-huh. Azért nagyon sok esetben még mindig az van, hogy mer ha kétkezű munkát, és hogy az a munka. Igen, a fizikai munka a munka. Abszolút. És az tényleg munka. De az operatőri munka az nem munka? Amikor meg kell vágnod 150 óra anyagból 1 perc 40-et, az nem munka, hogy az úgy nézen ki? Amikor itt most mi fogunk 3-4 órát beszélgetni, és ebből mondjuk 40-50 perc, 30 perc lesz adásban, akkor egyébként az nem munka, abból egy olyat összerakni, hogy abból olyan nézettség legyen? Vagy ugye most a nézők is csak minket látnak, de hát itt a kamerák mögött is vannak emberek, akik T-4 óra, meg T+6 órában is azt felügyelik, hogy ez teljesen rendben legyen. És közben az is nagyon nagy munka, hogy te, ha elmész egy programra, aminél neked az az influencer feladatod, hogy ezt a programot minél népszerűbbé tedd, és minél több ember lássa, ezáltal esetleg kedvet kapjon ahhoz, hogy ezt úgy kipróbálja, akkor igen, neked azt először fel kell venni, de akkor annyira nem éled meg azt a programot, hiszen mindent rögzítesz, uh-huh. hogy majd a program lejártával te ebből egy olyan videót tudják kitenni TikTokra, Instagramra, YouTube-ra, hogy az szerethető legyen másoknak. Mert ha te ezt nem csinálod meg jól, és neked kifizettek ezért egy óriási összeget, és egy darab új megrendelő nem érkezik a cégnek,
akkor te biztos, hogy a következő kampányokban már nem fogsz szerepet vállalni. Ha ez a megrendelő meg beszél mondjuk a többi megrendelő barátjával, akkor azért ebből a körből nagyon, amilyen gyorsan be lehet kerülni, teljesen mindegy, hogy milyen tartalommal, tehát hogy azért ez is széles skálán mozog, ugyanolyan gyorsan véget is érhet ez a pálya. Jó, egy kicsit a szót tegyük tisztába szerintem. Influencer, mint olyan, ennek a szabad fordítása véleményvezér. Ugye jól tudom? Mondom, influálási képessége bíró valaki, igen. Ezt az embereknek ez egy nagyon-nagyon taszító dolog. És én ezt valahol értem is, de valahol mégsem értem, és szerintem ez ugyanabból adódik, hogy ők ezt gondolják a mai napig, hogy ez semmi. Ez csak egy fotó vagy egy videó, és akkor 200-300 ezer forint, vagy éppen akinél amennyi. Influencerkedés mit jelent? Szerintem ez valahol már gyerekkorban eldől. Csak az én generációmban mondjuk ezt még úgy hívták, hogy te vagy a banda közepe, te vagy az a személy a csapaton belül, aki ez szíve, lelke ennek a brigádnak. Te osztod le focinál, hogy ki melyik csapatban. Hát, vagy Bújócska helyett fociban. Tehát, hogy én azért arra emlékszem, hogy mondjuk az én közegem az nem tudom, bújócskázni akart, vagy fogocskázni, meg mondjuk focizni, és akkor biztos, hogy összejött 6-8 ember, aki inkább mondjuk focizott. Vagy amikor mondjuk egy baráti társága moziba akartok menni, és akkor van 3-4 filmötlet, aztán vajon te hogy tudsz érvelni, hogy mégiscsak azt nézzétek, amit te akarsz. Én emlékszem, hogy én még egy nagy baráti társágon volt már mondjuk általános iskolában is, és akkor én direkt azért akartam olyan filmre menni, mert akkor az XY nevezetű lányt majd magam mellé ültetem, és akkor majd ez egy romantikus film, és akkor ott majd tudod 40 percnél. Ez az ásítós. Igen, ez a tipikus, és onnantól már meg is vagytok. A kis popcorn meg a kiskolát meg majd megspórolod a végéig, mert akkor még csak arra volt pénz. És hogy ez nekem annó már működött. Vagy, te a társaság középpontja voltál akkor. Igen. Tehát akkor te már kimondatlanul, hogyha mondjuk akkor születtél volna, most már influencer voltál. Csak a kis brigádodban, nem pedig közel 300 ezer embernek az Instagramon. Igen, én ebben látok párhuzamot, hogy szerintem az nem működik, amivel kapcsolatban én rengeteg e-mailt kapok a mai napig, és szerintem ez nagyon-nagyon rossz irány. Tehát, hogy nekem szülők írnak e-mailt, hogy de nagyon szeretném, hogyha a fiamból influencert csinálnál. És akkor mindig próbálok nagyon tiszteletteljes választ írni. De hány éves gyerekekből, bocs? Nem megyünk bele, tehát hogy nem jutunk el odáig, hogy ő hány éves. Egy random ember rád ír, hogy szeretném, hát, hogyha az ügye... Írna. Na ez... De ebben vannak ismert, tehát a tévéből ismert szülők is, aki megkért, hogy pénz nem számít, de a gyerek hagyd legyen influencer. És akkor te ezt télből elutasítod? Persze. De miért? Mert erre nem, senki nem mondja azt, hogy én egy influencer gyáros vagyok. Tehát, hogy tessék szépen, ha van rá mód és lehetőség, akkor tessék tanulni, tessék könyveket olvasni. Gyerekként tessék gyereknek lenni, nagyon fontos. Kisfelnőttként tessék kisfelnőtt lenni, tessék tapasztalni az életből, a hatásokból. Lehet, hogy most egy sokan megmosolyogják majd, amit mondani fogok, de tessék élvezni azt a kort, amiben vagy. De tudja még egy mai gyerek élvezni ezt a kort, amiben... Nem tudom, de abban... Mert azért a te gyerekkorod, meg az én gyerekkorom, mert nagyjából egyidősek vagyunk, azért ez még már más gyerekkor volt, nem? Tehát amikor anyád ordított, hogy... Hatodikról, 7 óra van, indulj el fölfele, és akkor világcikének gondoltam. De hogy mi van most, érted? Tehát ez egy teljesen más dolog. Egy gamerkedés. Ezt már mi szülőként is látjuk szerintem, hogy egyébként mi van most. Úgyhogy igen, visszakanyarodva, én ilyenkor... Tehát, hogy elutasítom. Nem, én nem szeretnék senkiből influencert csinálni, mert azt gondolom, hogy nem lehet influencert csinálni valakiből. Ez valahol eldől, hogy te képes vagy erre. Van-e annyi időd és energiát, hogy valamiféle iránymutatás mentén te tartalmakat gyárts, videókat készíts. Érzed-e magadban a csít, hogy te egy kamera előtt ülsz, és egyébként sok esetben dögunalmas módon 4-5 órán keresztül felmondasz valamit, amit aztán vágsz, fényelsz, mit csinálsz, közben lemerül, sípol, lemerül az aksi, bejön a fény, benyit a nő, kikapcsol a kamera, de itt ilyen nem történt. Csak mind a ketten voltunk már olyan helyen, ahol volt hasonló. Én szülőként is azt gondolom, hogyha az az irány következik a mostani generációnak, hogy tartalomgyártás, 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 akkor az emberiségből, azokból az alap emberi kvalitásokból elvész az utolsó szerethető valami,
ami a körülöttünk lévő világ élvezetét jelenti. Uh-huh. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon bajos jelent, és egy nagyon-nagyon bajos jövőképet fog majd mindenkinek jelenteni. És ez gond a gyereknek, gond a szülőnek, és alapvetően gond egy márkának is, uh-huh. amikor te húsvéremberrel szeretnél valamit mondjuk promózni. Én azt vettem észre, és most pont erre kanyarodva egy picit, hogy kijött nemrég az Apple-nek az új szemüvege. Tudod? És ott nagyon megrökönyödtem, mert az van, hogy amikor látsz egy új autót, amit még soha nem láttál, kijön, akkor így láttad azt az vagy autót. Olyanokat, mint amik itt vannak lent. Abszolút, nem? Igen. Tehát, hogy te már láttál olyan autót? Tényleg nagyon jól néz ki. Megnézzük közösen, hogy mennyire jól néz ki. Majd eltelik mondjuk fél év, és minden 30. autó olyan lesz. Észre sem veszed. És az Apple Vision Pro-nál például kijön a szemüveg, és látjuk a közösségi oldalakon, hogy az ember úgy vezet, hogy rajta van a szemüveg, ugye ez egy kevert valóságot neked. Úgy dolgozik, úgy utazik, úgy vásárol be, hogy közben a levegőbe kalimpál, és mindenki azt nézi, legalábbis én, lehet, hogy nem mindenki, de én még nem vagyok ilyen Z-generációs, hogy azt a kurva életbe már bocsánat, érted? És lehet, és szerintem biztos, hogy mondjuk 3 év múlva az lesz, hogy minden 10. emberen ilyen szemüveg lesz. Tehát, hogy itt, hogy hova tart ez az egész, tudod? Nekem ez tök ambivalens. Mert a technika, tehát, hogy nagyon nehéz a technika fejlődésével, amikkel embereket mentünk, a technika fejlődésével képesek vagyunk már arra, hogy SMS beteg kisfiúkat mentsünk be a közösség erejével. Én ezt annó a kis mikroközösségemben nem tudtam volna elérni, hogy összegyűjtsünk x 100 millió forintot. Vagy most például Ádinnak a betegségért, amiért ugye nagyon sokan beállunk, gyűjtünk. Megköszöntem már nagyon sokszor, de most is köszönöm szépen, hogy benne voltál, és megosztottad a tartalmat, mint egyébként oly sokan. Hogy a technika fejlődésével képesek vagyunk már arra, hogy szerveket transzplantáljunk például. Mm. Vagy mondjuk, hogy világot láss azzal, hogy egyébként el tudsz repülni ma már a világban bárhol. Ez szerintem nagyon jó. De közben meg ott vannak a gyártók, ott vannak azok a cégek, amik a technika fejlődésével elképesztő mennyiségű pénzt tudnak keresni, és közben a világ is egy picit afelé halad, hogy a lehető leggyorsabb időn belül a lehető legtöbb információt megszerezd. Ehhez viszont elengedhetetlen az, hogy miközben te mondjuk sétálsz a zebrán, közben mondjuk elküldj egy e-mailt. Úgyhogy egyszerre lásd az zebrát, meg egyszerre lásd az e-mailt. Gondoljunk bele abba, hogy amikor megjelent az első okostelefon, vagy akkor, amikor mondjuk édesanyám akkor átvágott a seggemre, amikor az első mobiltelefonomat hazavittem, hogy mit neked, az izének van mobiltelefonja, nem tudom, milyen üzletkör. Levetted magadnak az a mobiltelefonot? Igen, összegyűjtöttem üres üvegekből, amiket vissza lehetett váltani. Szerintem ilyen 6-os, 7-es? És már színes kijelzős volt. Tehát már nem? Hát figyelj, az első ilyen, Nokia... 33-11, nem az volt. 16-11, ez még ilyen giga, nem táska, tehát a táskát már elengedtük, de hogy Nokia 16-11 volt szerintem, és hát akkor, és 4-5 éve eltelt, és még mindenkinek mobiltelefonja volt. Aha. Vagy amikor jöttek az okostelefonok, hát mennyi károgó volt, hogy úristen, hogy lehet majd nyomkodni, és közben eltelt 3-4 év, és hogy nem hogy arról beszélünk, hogy okostelefon, hanem megszűnt minden más, ami egyébként eddig volt. Tehát, hogy lehet, hogy most megrökönyödve nézzük, ahogy egyébként zsinórral maguk előtt lógó emberek gigantikus méretű szemüveggel sétálnak a zebrán, de mondjuk könnyen lehet, hogy nem kell majd emiatt, nem tudom én, 6 hónapot várni mondjuk egy CT-kezelésre, vagy hogy visszahívjon az orvos, aha. vagy hogy kapja egy reakciót egy bútorrendelésre, vagy mit tudom én, vagy, abszolút, vagy real-time kapsz információt arról, hogy a gyereked mit csinál az óvodában. Tehát, hogy nekünk fiatal felnőtteknek, fiatal szülőknek egyébként szerintem fejben rohadtul készen kell állnunk arra, hogy a technikát intelligens módon be kell engedned a gyerekeid életébe, és mert elkerülhetetlen lesz. Nekem is fura most ez, és én is azt mondom, hogy úristen, amikor azt gondoltam, hogy sokkal fontosabb nekem dolgozni, ahelyett, hogy mondjuk mit tudom én, megfogjam a nagyszüleim kezét. Uh-huh. De hogy én is azért válok egyre szentimentálisan, mert közben, hogy idősödöm, veszítem el azokat az embereket, akik tényleg emberként voltak jelen az életemben, és ma már rohadtul nem mennék el arra a tárgyalásra, és nem gondolnám fontosabbnak azt a programot, amire akkor mentem, de az ember ilyen,
és az embernek megvan az a rossz tulajdonsága, hogy tudja, hogy meg fog halni, de közben meg valahogy az életben meg mégsem mindent annak rendelünk alá, hogy többet éljünk, hanem sajnos, ahogy életkorban, generációban vagy, ugye azt gondolod, hogy valami fontosabb, aztán jó pofán meg az élet 4-szer, 5-szer, aztán megpróbálod ezt a tapasztalást majd átadni a gyerekeidnek, hogy mi fontos, meg mi nem fontos. De gyerekként meg nyilván ő saját kis óvodájában, általános iskolájában nem fog az osztálytársaival arról beszélni, hogy ja Istenem, mit tudom én, de jó lenne, mit tudom én ennek meg annak a kezét fogva sétálni valahol, mert neki sokkal menőbb lesz majd, hogy hogy áll a haja, mi van rajta, a generáció aktuális problémáival fog foglalkozni. Abszolút, tehát ez valószínűleg igen, most ennyi idős fejjel, meg én is azt mondom, hogy igenis meg kell élni a pillanatot, csak kurvára nehéz megélni a pillanatot. Mi a pillanat? Mi hát a pillanat? Például most ez a beszélgetés nekem egy tök jó pillanat. Mert emberi. És tudom, hogy meg kell éljem, és közben koncentrálok rá, tudod, hogy jó legyen az egész, és, de érzem azt is, hogy és köszi, hogy itt vagy újra, mert hogy így lazulok bele az egészbe, és ez tök jó. És ez a pillanat, szerintem. Emberi, de közben meg nem ülnénk itt, ha nem gyártanál belőle valamit. Hát vagy nem, de fölvéve. Tehát, hogy ettől ambivalens a történet, aha, hogy sok esetben a technika fejlődésével a platformok térhódításának is köszönhetően történnek olyan emberi kapcsolatok, olyan jól eső beszélgetések 1-2-3 órában, amit majd tök jó lesz visszanézni, lehet fél év múlva, vagy egy év múlva, vagy kiragadva egy-két párbeszédet ebből majd mondjuk mit tudom, virálisan terjed valamelyik social médiában, és lehet, hogy valakinek motiváció lesz, amiről mi beszélünk, vagy valakinek felnyitjuk a szemét bizonyos témakörökben majd. Tehát, hogy nagyon összetett ma már lényegében minden, és ugye szokták mondani, hogy hát edzésen sem voltál, hogyha nem posztoltál ja, volna. Persze, abszolút. Tehát, hogy mennyire természetes, hogy ugyan úsz a telefonodhoz, és igen, kirakod, és hogy páf, és igen. Fogunk erről beszélgetni, így belemegyünk egyen jobban a social médiába, viszont említetted Ádint. Van nekünk egy videónk, jó, ezt meg fogjuk nézni, és utána beszélgetünk egy kicsit a társadalmi felelősségvállalásról. Szuper. Itt van velem Ádin, és itt vannak a szülei is. Ádin történetéről már hallhattatok, akár az én oldalamon, akár más influencerek oldaláról is, mert voltak már tévében, rádióban egyaránt. Ugye tudjátok, hogy elkezdtünk egy gyűjtést Ádin születés napján, és hát ezt nyugodtan folytatálhatjuk, hogy nagyon szépen elindult, és elkezdődött a gyűjtés folyamata, viszont hát sajnálatos módon ez megállt, nem is olyan régen. És hát nyilván nem csak a család célja az, hogy ez a pénz összejöjjön, és ezt a génterápiát meg tudja kapni, hanem azt gondolom, hogy minden jó érzésű embernek ugyanez lehet a célja. Minden szülőnek, apának, anyának egyaránt azt kell, hogy legyen a célja, hogy... Igaz? Mondd meg neki, hogy össze tudjuk gyűjteni ezt a pénzt. És én nagyon hiszek a követőimben, nagyon hiszek a magyar emberekben, hiszen nem egy olyan sikertörténet volt már Magyarországon, ahol több százmillió forintot összetudtunk gyűjteni, és hát hála jó Istennek a mai napig láthatóak ezeknek a gyermekeknek a fejlődés története. Ádin, nemrég jött ki ez a videó, ugye, ez már talán a második kör Ádin történetében. Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy Ádinnal mi a helyzet pontosan, aztán térjünk ki arra, hogy a társadalmi felelősségvállalás mennyire fontos egy olyan embernél, akinek mondjuk több százezer követője van. Hát kezdjük Ádinnál. Ugye ő egy nagyon ritka izomsorvadásban szenved, és az ő... nehéz azért erről szülőként, mert tényleg nem csak az van, hogy látok valamit és megosztom, hanem tényleg találkoztam is vele, meg tartjuk is a kapcsolatot szülőkkel. Ugye ott az a történet, hogy elvitték, képzeld el, egy ilyen teljesen általános vizsgálatra a szülők Ádint, mert ő nem evett az óvodába, de otthon evett. Uh-huh. Ja, mennyi idős volt akkor? 2,5 éves. 3. Uh-huh. És akkor elvitték a dokihoz, és egyszer csak mondják, ha nagyon nagy baj van. És akkor mondják, hogy mi a baj. És akkor mondták ezt a betegséget. Uh-huh. Akkor nyilván elkezdtek utána nézni a szülők, hát óriási riadalom, és ennek a betegségnek az az óriási problémája, hogy egy bizonyos ideig ez szinten marad, és egy bizonyos idő után, ilyen 6 éves koratájéken viszont rohamosan elkezd romlani az állapot, és hát onnantól visszafele számolsz. Uh-huh.
Viszont van megoldás. Hát van Amerikában egy infúziós terápia, ami 1 milliárd 300 millió forintba kerül. Ez 4 óra alatt lecsöpög, és az estig éppen jössz haza. És kész, semmi bajod utána. Mennyi van meg az összegből? 10%. Mennyi idő alatt? Fél év. Mennyi ideje van még Ádinnak, mielőtt ez visszafordul? Egy év. Egy év. Úgyhogy nyilván rákapcsoltunk, mi ügynökség szinten is elég attraktívan beálltunk mellé. Próbálunk elérni olyan alapítványokhoz, a Jákob Zoli alapítványához, ahol egyszerűbben és gyorsabban lehetne a szemrevételezni az összegnek a gyűjtését. Nyilván én elképesztően állás vagyok mindenkinek, aki a csatornámon, vagy az általunk foglalkoztatott influencerek csatornáján látta ezt a felhívást, és saját keresetéhez képest utalt. Fura azért belegondolni, hogy van olyan szint, ahol ez mondjuk nagyon egyszerűen orvosolható lenne, de közben meg én tökre értem azt is, hogy az ilyen típusú emberek, sportolók mondjuk hány ilyen e-mailt kapnak egy nap, vagy hány ilyen megkeresést kapnak egy nap. Nyilván érzelmileg én elköteleződött vagyok Ádinnal kapcsolatban, mert hogy személyes a kapcsolat. Az adtam neki egy kis fradi sapkát, mert az kinézte az irodába. Bármennyire is nagy relikvia nekem, hát ennyi másodpercig nem volt kérdés, hogy persze vigye. Nagyon rossz volt látni, hogy játszott a kiskutyámmal, és picit neki ment a kezével az egyik asztalnak. És nagyon, ennyire ütötte be. Uh-huh. És nagyon-nagyon komoly fájdalmai voltak, mert hogy a kis csontjai azért azok nem annyira stabilak és erősek, mint egy vele egykorúnak, aki nem szenved ebben a betegségben. Úgyhogy hát nagyon-nagyon nehéz, de ilyenkor egy picit át is értékeled, hogy mi a te problémád, Isten igazából. Az, hogy megy-e a kamera, vagy sem. Ja, a középső. Igen. Az. Figyelj, Csuti, az... És ott nincs holnap, tudod? Abszolút. Hát hogy az a nagyon durva, hogy nem, szülőként nem tudja elhagyni a szádad az, hogy jó van, feküdjünk le majd holnap. Tehát, hogy minden perc T-1 perc, minden óra T-1 óra, minden nap T-1 nap, és az már csak 365, 363, 380. És hogyha elérsz oda a ponttól, akkor ponthoz, akkor attól a ponttól kezdve eljön a pont, hogy kerekesszék, és hát a többiről még nem is akarok beszélni, mert nagyon szeretném, ha ez nem történne meg. Ennek lehet az a vége, hogy ennyi volt? Lehet. Tehát ennek alapvetően a betegség... Ennek az a vége. Az a vége. Az, hogy mikor, azt nem tudjuk, de az a vége. A vége az nyilván egy buborék, meg egy kérdőjel, mert azért a szervezet függő, de igen, ennek az a vége. Miért gondolod azt, hogy... Beszéltünk itt arról, hogy a social media is, hogy használjuk jóra és rosszra, és milyen arányban használjuk jóra és rosszra, és azt gondolom, hogy a mérleg a rossz felé billen sajnos manapság. Akár sima felhasználók, akár influencerek, akár bármilyen kártékonyabb emberek a social médiában. Miért gondolod te azt, hogy neked ez igenis ki kell állni mellé? Azt meg sem kérdezem, mert valószínűleg nyilvánvaló, hogy te ezért egy forintot senkitől soha nem kértél. Ez abszolút is nyilvánvaló. Ajánlottak fel egyébként a szülők. Tehát mondták, hogy ők fizetnek az ügynökségnek is pénzt, csak segítsünk, és mondtuk, hogy nem képzeli. Aha. Tehát ez pont ugyan a rész nálam, mint amikor kapom az e-mailt, hogy pénz nem számít, hogy csinálják a gyerekből influenc. Tehát nem. Miért fontos? Hát, az meg hát, hogy nem. Hát mert emberek vagyunk. Igen, de te neked ez belefektetett idő, energia, tudom, és én is ember vagyok, és nekem ugyanez fontos. De mennyi szarba fektetsz időt, meg energiát amúgy? Tehát, hogy meg milyen felesleg, tehát, hogy... Most beszéltünk a karmáról is egyébként, de hogy itt a kar, tehát, hogy itt a karma sem az, hogy jó van, segítek, mert majd az élet visszaadja. Tehát ez nem az a rész, hogy jó, oké, hát, hogy egyszerűen szerintem ebben nem, nincs kérdés, nincs miért, nincs gondolkodásod. Igen, ez csak az a baj, hogy kevesen vagyunk ezzel így, akik így gondolják, tudod? Mert plusz energiát kell belefektetni. Ugyanúgy gondolom, mint te. Tudom. Hogy igen, és segítsünk, és azonnal, és pénz nélkül, és idő, energiát leszámítva. Nincsenek tényezők. 3 perc. Abszolút. Csak 3 perc felvenni, vagy fél perc utalni a keresetethez képest, mint pár 10 000 forintot, 100 000. És ebben meg közben nagyon furcsa belegondolni,
Nem is tudom, hogy lehet-e ilyet kérni. Tehát, hogy már egy picit azon is gondolkodom, hogy, hogy felelősségre vonható-e az, aki például nem foglalkozik vele. Hogy ki vagyok én, hogy felelősségre vonjak bárkit, hogy, hogy miért nem áll bele. De hogy szerintem valahol ezt így kódolni kéne az emberekben, tehát mint hogyha éhes vagy, akkor eszel. Ezt, ennek valahogy ugyanúgy kéne működni, ha tudsz, akkor segítesz. És csak kiraksz egy sztorit, tényleg, oszd meg az enyémet, amúgy. Tehát, hogy, tehát ha annyira nincs időd, olyan rohadt elfoglalt vagy, akkor oszd meg azt, amit én kiraktam, és akkor ha onnan csak kettő ember látja és utal, akkor csókolom és köszönöm. De azért az furcsa volt hallani, hogy a résztvevő influencerek közül hány ember utalt. Azért az kemény. És akkor én mondjuk látom is ezeknél az embereknél azt, hogy mondjuk mi mennyi pénzt utalunk nekik havonta. Uh-huh. És hogy abból nem sok, 5000 forintot nem sikerült. De legalább részletben megosztotta, felhívta a követők figyelmét, és lehet, hogy neki köszönhetően jut el mondjuk egy olyan alapítványhoz, hogy észreveszi mondjuk tehát a Jákob Zoli alapítványa, tehát a Zoliról azért nagyon-nagyon sok videót lehet látni mostanában, hogy lényegében a modern Dévényi Tibi bácsi és teljesíti az emberek kívánságait, és ez szerintem ez zseniális. Tehát, hogy ilyet nagyon sok ember tudna még csinálni, de valahogy az, hogy amit te is mondasz, hogy idő, energia nem foglalkozik vele, de közben meg kellene, kutya kötelességünk, ugyanannyi idő és energia segíteni a másiknak, mint kibaszni vele. Így, pontosan abszolút. Ugyanannyi. És ez igaz minden nemre, korra, mindenre. Itt is megkérjük a nézőket ezen a ponton, hogy akkor aki teheti, az igenis segítsen Ádinnak, ugyanis napról napra egyre kevesebb ideje van. Percről percre. Így, pontosan. Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket. És itt jön be az, Csuti, hogy mire használják az emberek a social médiát. Sajnos nagy részben. Egy konkrét példával jöttem neked, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. TikTok. A TikTokon élőznek nagyon sokan. A TikTokon élőben párbajoznak nagyon sokan. A TikTokon élőben párbajozva kéregetnek nagyon sokan. Küld a rózsát, küld a korgit, küldj a bármit. És hogy ebből konkrétan emberek élnek meg, nagyon sokan nagyon jól élnek meg. Neked mi a véleményed erről az egészről? Hú, próbálom úgy fogalmazni, hogy hallatszódjon a hangunk, és ne kelljen mondjuk sokat sípolni. Alapvetően egy picit azt gondolom, mint a clickbaitről. Uh-huh. Tehát ha nem kattintasz rá egy idő után, akkor eltűnik a clickbait. Ha nem küldöd ezeket a mindenféle dolgokat, akkor előbb-utóbb ez is eltűnik. Ennek azért van ezen a piacon jelentősége, mert a piac igényli. Tehát nekem picit a elnézést, tehát hogy nem megbántva senkit, és pontosan tudom, hogy az is mennyi idő, mire valaki úgy játszik egy játékon, hogy az százaknak, ezreknek tátott szája való figyelést tud jelenteni. De hogy nekem az is tök szürreális, hogy valaki fizet azért, hogy nem tudom, nézze, hogy játszik a GTA-ban. Igen, ez a streamelés, ugye? Tehát ez a... De ez nekem fura, tehát lehet, hogy ez az én szegénységi bizonyítványom. Nekem igen. De hogyha annak van életképessége, akkor most a TikTokos adományküldésnek meg ugyanúgy van. Adományküldés. Milyen fura, nem? Hát igen. Maga a szónak is. Úgyhogy tehát ezt a piac diktálja, egy szó, mint száz, és a clickbaitre is mindenki mondja, hogy meg hogy lehet ilyen címet adni neki. Hát most nekem a legutolsó tartalmam az úgy lett bulvárosítva, amikor Dubajban lecsúszok 180 méter, 170 méter magasból 80 km per órával, és a végén megérkezem, és mondok egy ilyet, hogy úristen, mi ez, hordágy? Mert aha, hogy egy igen, ilyen fekvő helyiségre raknak igen, rá, és igen, úgy igen. Csatolják le rólad a hevedet. Mondom a szalag címeket. 170 méter magasból vetette a mélybe magát Csuti, hordágyon végezte. Nézni is rossz. És amúgy igaz, nem? A nézni is rossz része nem, de amúgy nem igaz. Tud, miért a tériszonyosnak rossz nézni? Tehát ő nem tud azt mondani, hogy itt normálisak vagytok amúgy. Meg hát nyilván nem, tehát hogy igaz, amit leír, és hogy rákattint, aminek mondjuk nyilván az én... Mert akitől mondjuk ezt a programot kaptam, elképesztően örül, mert mondjuk exponenciálisan nő a videónak a megtekintése, de ezen mondjuk még mosolygunk, de azért nagyon sok olyan cikk van, ami meg nem mosolyogsz, tehát hogy bizonyos társadalmi kérdésben
fontos témákat boncolgatva, hogy abból kiragadnak két szót, amit te egymás után használtál egy anyagban, és onnantól kezdve az jogilag címként adható. Aha. Egy clickbait alapú cikknek. És amikor az influencerekről beszélünk, és húsvéremberekről, akkor azért azt az egy dolgot ne felejtsük el, hogy a mai modern újságírás, mint bulvárszereplő, az ugyanúgy influencerkedés. Uh-huh. Tehát, hogy ő egyébként ugyanúgy influálja a maga olvasóját. Azt is definiálhatnánk sokféleképpen, hogy ma ki az olvasó, aha, nem az, aki régen könyvet olvasott. Hogy rólad ki tud alakítani egy képet a 4-5 híres bulvárújság social médiában, meg nyomtatott verzióban is. Uh-huh. Mert nem fogja elolvasni a cikket, csak megnézi a képet, megnézi alá a clickbait alapú hadsoros borzalmat. Utána elolvassa a komment szekciót. Elolvassa a komment szekciót, és egyébként az egybolond százat csinál el alapján, ő ugyanúgy odaírja, hogy persze, mert nem tudom, kicsodának a kicsodája, hogy aha, neki csak megszületni volt nehéz. Tehát te pontosan tudod, hát annyit találkoztunk. Igen. Nem akartam belemenni, de hogyha már itt tartunk, akkor ugye majd clickbaitnél, és amikor neked véget ért a házasságod az Edinával, akkor titeket szétkapott a sajtó konkrétan. Ugye ez abból is adódik, hogy ő utána a GVM-mel egy párt alkotott, neked is lett új kapcsolatod, boldogságban vagy, elvileg ő is, te is. Viszont akkor nagyon-nagyon sok olyan cikk jött ki, pont ilyen clickbaitek, ez konkrétan bármit, bárhol, bármikor megnyitottál, az volt az első, hogy Csuti, Edina és GVM. Te ilyen kommentolvasgatós vagy? Téged ez megviselt valaha is? Az elején. Nem ennek az egész történetnek az elején, hanem amikor én elkezdtem szerepelni különböző tévéműsorokban, ezáltal pedig nyilván bulvár szereplővé váltam. Akkor igen, mert akkor nekem ez egy teljesen új dolog volt. Én a magam kis szemétdombjának is kakasa voltam, a saját magam üzleti körében, ahol én voltam, ott én a szakmámban egy elismert valaki voltam, és akkor jöttek ezek a becsmérlő kommentek. Az a picit az elején fura volt, pedig én nagyon vállaltam, hogy én nem fogok kommenteket olvasni. Ezek majd az az egy, aki soha, de... Szerintem hazudik, aki azt, hogy soha nem olvasok. 6 percig tartott. Ugye? Persze, és furolt idegesen át, és írtam neki. De hát teljesen felesleges volt, olaj a tűzre. De hát nyilván ezt is meg kell tapasztalni szerintem ahhoz, hogy aztán utána meg azt tud mondani, hogy ma már egyébként nem érdekel. Tehát, hogy ha barátom mondja azt rólam, amit nem tényleg kicsoda, de így zárójában jegyezném meg, hogy összességében én azért szerintem szerencsés helyzetben vagyok, mint mondjuk a nagy átlag. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván van az élből gyűlölő, az élből utáló, a mindenki, aki tévéműsorban szerepel egy gyökér, és, tehát, hogy nyilván annak nem tudsz, és szerintem alapvetően nem is feladatod mindenkinek uh-huh megfelelni. Tehát, hogyha barátod írná ugyanezt, az gáz lenne. Ha rokonaid írnák ugyanezt, az gáz lenne. Ha barátnőd, a szerelmed írná ugyanezt rólad, gáz lenne. Ha gyerekeid vélekednének így rólad, az gáz lenne. Az, hogy ezt megírja valaki innen x-száz kilométerre, vagy nem tudom én honnan, úgyhogy nem ismer, nem találkozik vele, aha, Isten igazából ezen már túl vagy, de ezt meg kell tapasztalni. Tehát, aha, hogy ezen végig kell menni, ez egy olyan, a létrának egy olyan alsó foka, amiből te rájössz, hogy nem kell mindenkinek megfelelned, és onnantól kezdve, hogy ezt vállalod, és jönnek az ingyen ruhák, az ingyen kaják, az ingyen utazások, a magyar átlagkeresethez képest sokszorosát elkérni képes platformjaid, mint tartalomgyártás, akkor nincs ingyen ebéd. Uh-huh. Tehát ennek ez a hátránya, uh-huh, hogyha te ezt vállalod, akkor ennek ez az ódiuma. Uh-huh. Ez kéz a kézben jár. Tehát, hogy az a hívó ábrándokat senki ne kergessen a tekintetben, hogy fú, az influencerkedés egy úristen, és hogy milyen felüdülő, és hú, meg há, meg egyebek. Nem az. Egyáltalán nem az. De egy tévéműsorban is ma már bemenni nem az, mert mindent bulvárosítanak. Aha. Tehát, hogy olyan szinten van jelen a bulvár, hogy már a podcast beszélgetésekből is lényegében az a figyelemfelhívó része a beszélgetésnek, hogy abból kiragadjuk az egy-egy mondatokat, és... Igen. Nem tudom én, hamarosan a KVTV podcastjében, és akkor... Ez lesz. Egy kicsit kanyarodjunk akkor. De bocsánat, tehát, hogy csak egy gondolat még ez, igen, hogy teljesen rendben van. Tehát, rendben. Hogy ez lükteti, ez élteti, tehát hogy máskülönben nem tudsz nézettséget generálni. Ha nincs nézettség, akkor nincs pénz, ha nincs pénz, akkor nincs ilyen szép stúdió. Tehát, hogy ez kéz a kézben jár, ez, aki benne van, az pontosan tudja. Abszolút.
Nem tudom, Csuti, hogy nálad van-e olyan, saját példámból táplálkozom, ami azt mondja, hogy social kattogás. Nekem van egy folyamatos social kattogás, ami azt jelenti, hogy... De itt a detoxod alatt, amikor pár napig nem csinálsz semmit? Igen, a social detox, így van. Amikor van egy kiégési fázis nekem, havonta, mondjuk pár havonta egyszer, és akkor két napig nem tényleg mindenki hagyjon békén, viszont az első nap végén már eljön az, hogy úristen, valamiről lemaradtak a követőim, hogy én ezt nem rakom ki. Érted? Egy folyamatos kattogás, ami meg van fűszerezve egy kis fantomrezgéssel, ami pedig azt jelenti, hogy a telefonomban azt érzem néha, hogy rezeg, és nyúlok hozzá, és nem. Oh, azért az kemény! De szerintem azoknál a tartalomgyártóknál, akik azért aképpen gyártanak tartalmat, ahogy te is, és nem az a tartalom, hogy lövök egy szelfit, és akkor nesztek követők, itt vagyok. Szerintem ez valamilyen szinten normális, mert a vállalkozásként tekintesz a saját profilodra. Abszolút. És ideális esetben ezért az ember az minden órában foglalkozik mondjuk a saját vállalkozásával, vagy ha éppen azt érzi, hogy most nem vagyok vállalkozó, mert két napig most nem foglalkozom a social médiával, akkor szerintem bizonyos szinten teljesen normális és helyén való, hogy azon agyalsz, hogy milyen tartalmakat kéne gyártani, vagy mondjuk milyen inspirációid vannak más emberek videói által. Hát például a kajás videóidat én imádtam. Tehát az a fekete hátteres, Joseph Kaiseres, ha jól emlékszem, Franz Joseph Kaiseres, azok zseniálisak voltak. Tehát a fentről ledobott termékek, mindig azon rögtem, hogy hányszor nem kaphatta el azt a fentről, hogy bedobták. Is, ja. És hogy én például ezeket is tök szívesen néztem volna, hogy ilyen baki videó. Baki parádé. Igen. Én még anno a szépítőkben is kértem, hogy legyen már ilyen adásból kimaradt jelenet, hogy hányszor próbálod elmondani a felkonfot, hogy az jó legyen. Hányszor sétálok bele a jelenetbe például. Ez ugyanúgy hozzátartozik. A mértékletesség szerintem itt legalább ugyanannyira fontos, mint a tartalomgyártás. De te tudsz mértékletességet tartani? Van nálad bármi bevett, tudod, hogy akkor naponta mondjuk 6 sztorinál többet nem rakok ki? Nincs. Minden nap kell posztoljak valamit, arány a reklám és nem reklámok között, ezért erre kell arra figyelni van. Szerintem. Az van. És milyen arányban van nálad? Az van. Ennek nincs egy ilyen mérőszáma, hogy mondjuk nem haladhatja meg a 43%-ot, tehát főleg amikor most például egy utazáson voltunk, és ott nyilván a programokról az ember beszámol, nyilván ezekben a programokban jelöli azt a céget, aki őt kiutaztatta. Ott például én szeretek odafigyelni arra, hogy ne egymás után 2, 3, 4, 5, 6 hirdetés legyen, de sokszor már azon is elgondolkodom, hogy ezt a követő látja, vagy egyáltalán elolvassa a leírást. Nem, szerintem nem. Szerintem vagyunk annyira lusták, és annyira sok info jön folyamatosan, lásd TikTok, hogy 3-4 másodperces, vagy mondjuk 10 másodperces videó, és hogyha 3 másodperc az elején nincs semmi, akkor nem, hogy még leírást olvasgatni. Talán azt tudod, hogy annó a Tindernek is ez volt a miértje, amiért ez jól működött, mert te egy másodpercenként kaptál információt a személyekről. Ja, jobbra és húzik. Igen, és utána, ha emlékszel rá... Én sose tindereztem, és ha tudom, hiszed, ha nem, de... Tudom, mindenki ezt mondja, senki, tehát véletlenül volt csak kommenteket a kommenteket sem olvasok, és tinderez is a tinderezik. Ez ilyen tipik, tehát... How to be an influencer, first page, az első két bekezdés. Nem olvasok kommentet, és soha nem tindereztél. De hogy neki ez volt, ha jól emlékszem, az első fizető szolgáltatása, hogyha előfizettél rá, akkor visszavonhattad a... Közben azért nézek néha ki, mert tök jó mosolyognak a kamera mögött. Persze, is az emberek, abszolút. Hogy fizethettél azért, hogy az automata mozdulatodat vissza tudtad vonni. Aha. Na, tehát, hogy, mert hogy húzgált, hát már ugyanezt csináld a TikTokon, csak felfele. Abszolút. Tehát nincs az embereknek ide erre. Azért mondom, hogy abban indulunk ki, hogy tök mindegy, hogy te szülöd otthon a 3-4 órán keresztül, hogy ez így jó lesz a leírásban. A kutyát nem érdekli szerintem ma már. Picit saját magadnak felelsz meg szerintem akkor, hogyha mondjuk úgy írod le azt a szöveget, ahogy annak szerintem le kell írva legyen mondjuk egy együttműködésben. Aha. Meg ma már tudod, a klasszikus tartalomnál is, hát te is sokkal intelligensebb vagy az átlag influencereknél. Egy csomó olyan témában tudnál hosszabban megnyilvánulni, mint amennyire a platformot nagy arányban követő személyek ingerenciája nem teszi lehetővé. Uh-huh. Én is olyan szívesen írnék egy csomó mindenről. Uh-huh. Életem legmélyebb pontján is nagyon szívesen kommunikáltam volna, de helyette papírra vetettem a gondolataimat, mert akkor például... Naplóba vagy miben? Nem, azért nem naplóba, írtam, kiírtam magamból akkor
coachom, mentorom, pszichológusom azt javasolta, hogy mivel alapvetően olyan témákban voltam benne, amiről ön biztos, hogy tudsz beszélgetni olyan nagyon-nagyon sok mindenkivel. És akkor azt javasolta, hogy kezdjem el kiírni magamból a gondolatokat. És tök érdekes volt, mert olyan volt, mint egy párbeszéd. Csak saját magaddal beszéltél. Viszont az önismeretnek, meg a saját magad jobban, máshogy megismerésének ez egy nagyon fontos pontja volt. És a saját életemben ez egy olyan rész, nincsenek már meg ezek a lapok. Tehát onnantól kezdve például, hogy én jól lettem, javasolta, hogy nem ilyen vudu-szerűen égest föl, és járjál egy szánszot körülötte, de hogy dob ki. Kiírtad magadból, jobban vagy, dob ki. És én ki is dobtam. Elengedés. Valószínűleg igen, ez az áthallása. Úgyhogy persze, social media írnál te, de minek, ha nem olvassa. Érthető. Nagyon fura, mert hogy most már lassan egy évtizede virágzik maga ez a social media, és azon itthon belül igen. Egyre fejlődött az influencerkedés és az influencereknek a térnyerése. Nekem van egy teóriám, és ugyanúgy cáfolj vagy erősíts benne, hogy miért éli még mindig a virágkorát, és miért még mindig ez a legjobb felület a cégeknek, hogy hirdessenek, akár a social médiában. Egy személyben te, mint influencer, vagy én, mint influencer, lekommunikálod, legyártod, utómunkázod, irányítod az embereket oda, ezáltal a cégeknek bevételt generálsz, és mondjuk elkészítette x 100 000 forintot, de ez megjelenik minden platformon, akár párhuzamosan is, és nem az, hogy a tévébe lement 30 másodperc, amire ugyanennyit vagy többszörösét fizette volna. Aztán kapsz egy cuki Excel-t, hogy 18-49-ben egyébként látta 10,6%. Igen. Oké. Okay. Igen. Ugyanilyen statisztikákat ugye te is tudsz küldeni a platformokról. Igen. Viszont mégis egy olyan platformon vagy, ahol azt illik gondolni, hogy azért akik követnek, azok azért követnek nagy számban, mert hogy szeretnek téged, érdeklődést mutatnak a tevékenységeid iránt. Ne adj Isten, szeretnék kipróbálni azt, amit mondjuk te kipróbáltál. És az összegre egy gondolat erejéig visszatérve, szerintem ezzel az égvilágon semmi gond nincsen addig, amíg az X-ből te csinálsz a cégnek 2X-et, vagy másfél X-et. A gond ott van, amikor és ezen agyaltam, hogy ezt hogy fogom majd neked megfogalmazni, ha eljut a beszélgetésünk, úgyhogy még véletlenül se bántsak meg vele senkit. De közben meg azért sok esetben felháborító, hogy olyan személyek szerepelnek kampányban, ahol én, mint ügynökség tulajdonos, pontosan látom, hogy nem annak a körnek kommunikál, amelyik körbe a megrendelő szeretne kommunikálni. Na jó, de ezt a megrendelő választja ki, nem? Tehát ennek van egy folyamata. Ezért fura számomra, hogy vagy nem kéri be ezeket a statisztikákat, B, úgy van vele, hogy jó, de ő megcsinálja ingyen egy 100 000-es utalványért, és utána szoktam én elgondolkodni azon, hogy nem, én gondolom túl. De aztán mindig visszakanyarodok oda, hogy nem. Hát a számok után megmutatják, nem? Nyilván inkább az elégedettségi, inkább ezek a számok, mint elégedett ügyfélszám mutatja meg nekem, hogy akik meg minket választanak és velünk dolgoznak, ők meg rohadt elégedettek. És lehet, hogy akkor nem kell 30 000 elégedett ügyfél, lehet, hogy csak elég 13 000, és hogy nem tudsz mindenáron, nem tudod mindenáron eladni azt, hogy te korrekt vagy, nem tudod mindenáron eladni azt, hogy hát velem dolgoz, mert egyébként az influencereknek nálunk mondjuk olyan szerződése van, ahol elképzelhetetlen az, ami sok esetben sajnos elképzelhető, hogy nem rakja ki. Nem rakja ki időben. Majd. Tehát ezt is például nagyon sokan nem tudják, és akkor amikor mondjuk mi egy timingban mondjuk, hogy ez 6 órakor kerül publikálásra hétköznap, hétvégén meg mondjuk 13-kor, és akkor miért nem 6-kor? Hát mert mondom, a követőtábor akkor a legaktívabb. És tudod, mikor 2:30-kor hívod az influencert, hogy szia, Mizu, jaj, ne arra, úgyhogy hétvége van. Na és akkor ilyenkor van az a pont, hogy mi van? Tehát, hogy megkaptad a megrendelőt, benne vannak a timingok, akkor adod a profilodat, mi kirakjuk, tehát, hogy nálunk nem probléma, hogyha hétvégén dolgozni kell, mert ez egy olyan üzletág, ahol hétvégén nem áll meg az élet. Mi kirakjuk, és elnézést, bazd meg, te ne legyél felháborodva. Tehát, hogy ez a feladat. Hogy akkor kell kirakni, és a fél, amikor a szó, amit keresel, az a bocsánat, elfelejtettem, ne haragudjatok,
Azonnal teszem, és még nehogy te legyél kikészülve azon, hogy ezt neked ki kell tenni szombaton az ebédidő után. Akkor időzíts be 4 nappal ezelőtt csütörtökön, mert meg lehet oldani ezt is már. Azt gondolom, hogy ezek ráadásul azok a fajta, bocsánat a szóért, influencerek, akik a rossz influencerek. Tehát akinek az mondjuk egy influencer munka, hogy én van 2 szép nagy mellem, de most nem csak a nőkről beszélünk, vagy kockarsan, vagy bármi, és én egy teljesen más kategóriai termékkel fotózkodom, de ilyen dekoltásban, és lesz a képen 10 000 like jobb esetben, viszont a kutyát nem fog érdekelni. Ja, a hivatkozás kattintás meg 4. Ugye? 0. Vagy igen. Vagy 4. Ma azt hiszi, hogy az OnlyFans-re vezet. Igen. Hogy vannak ezek az influencerek. Vannak. És még majd, hogy nem azt mondom, hogy bizonyos termékek márka építésében még nem is feltétlenül biztosan rossz. Sportszer. Egy ruha, adjuk el. Igen, abszolút, például. Vagy egy krém, vagy működhet. És nyilván itt az sem mindegy, hogy a cég mit szeretne. Tehát, hogy brand awareness kampányról beszélünk, vagy fontos lenne, hogy sok embert tereljünk a weboldalra. Uh-huh. Használják azt a rohadt kuponkódot minél többen. Uh-huh. De itt azért sok komponense van egy ilyen együttműködésnek. Tehát, hogy először ugye meggyőzöd bizonyos értelembe véve a cégnek a marketingesét. Uh-huh. Ideális esetben ez a marketinges nem lopja le az ötleteidet, és kedden a board meetingen nem ő rakja le az asztalra, hogy nézd, ezt én összeraktam hétvégén. Volt ilyen? De hogy ez, nekünk ezért például be kellett vezetni egy olyan szolgáltatást, hogy onnantól kezdve, hogy mi ezt a tervet elkészítjük, ez pénzbe kerül. És hogyha megrendeli a szolgáltatást, akkor nem kell kifizetni. Aha. Mert hogy nem két esetben volt az, hogy marketinges telefonált, nekem eleve nagyon fura kérdés, most marketinges miért akar egy marketingügynökséggel dolgozni? Hát azért nem? Tehát, nem? Elmondjam miért? Azért, mert te vagy Szabó András Csuti, aki az elsők között volt az ilyen reklámügynökségekben, a social media ügynökségben, és azt látják, hogy te mit kommunikálsz, és tőle biztosak benne, hogy ők tudnak tanulni. Én ezt gondolom. Én egy picit tovább megyek, még az is lehet, hogy tudatosan mondjuk ellopja. Tehát összerakod neki a tervet, tehát mi összerakom neki a teljes kampányt, hogy mikor hirdetünk, hogy mikor van a hirdetésben megállás, ott mikor van milyen kommunikáció, hogy az ősz közelettével már máshogy kommunikálunk, nyáron már nem ez, nyáron ott nem kommunikálunk, cserébe helyette megjelenünk itt, tudtam ott. És 15 ilyen esetet tudok mondani, amikor a saját kampányodat láttad viszont úgy, hogy nem volt megrendelő. A megrendelő. Tehát, hogy nem dolgoztunk együtt, de nézd, hát ezt te találtad ki 6 hónappal ezelőtt. Felháborító. De ebben az egész szakmában ugye egy dolgot semmi nem tud megváltoztatni, azok az emberi tulajdonságok. Uh-huh. Tehát az a sok esetben gyarló, önző, inkorrekt valami, amit ők végeznek, ez egészen addig, amíg emberekkel foglalkozó benne lesz. És akkor ti itt változtattatok annó social guru-nál, vagy úgy is kezdtétek annó, hogyha mondjuk te tárgyalsz valakivel, és ő nem kéri utána, akkor ki kell fizesse mondjuk a te idődet, vagy ez az elején úgy volt, hogy ez ingyen van, és akkor lett változott át. Ez az elején úgy volt, hogy persze, hogy jöjjön mindenki, és akkor mindenkivel beszélgetünk, és akkor azért sok esetben volt, hogy rendben, de egy fotót készíthetünk-e, ami nyilván tök megtisztelő. Aha. Hát én a mai napig mondom, hogy amíg mosolyt csalsz valakinek az arcára, és ez a mosoly az boldogságból is fakad, és nem gúnyból, Addig ennek az egésznek van értelme emberi érzések tekintetében. De azért tudod, a 15. ilyennél, hogy elgondolkodsz, hogy srácok, akkor inkább van minden nap 2 óra, gyertek, akkor ilyen, mint a szabad foglalkozás, celebsimi, és akkor jöhet mindenki, de hogy itt azért szakmai dolgokról beszélünk, tehát akkor nem, ha csak egy fotót kész, nem töröm az agyam, hogy neked hogy tudnék segíteni. Abszolút. Úgyhogy igen, azért ezeknek most már vannak díjai, amik nyilván együttműködés, ha létrejön, akkor ezeket az összegeket természetesen nem kell kifizetni. Ti keresitek fel social guru-ként a cégeket, vagy titeket keresnek fel? Nekünk nem nagyon kell. Nem kell, ugye? Nem, az elején kellett. Az elején táplálkoztunk azokból a megkeresésekből, amik hozzánk jöttek, és nem vállaltuk el, mert nem éreztük magunkat. Vannak ilyenek, hogy visszadobjátok? Hogy? Mint influencer? Nem, mint ügynökség. Ügynökség is volt már olyan, igen. Tehát amikor olyan a kampány, aminél azt mondom, hogy én nem szeretném, hogy ez a social guruhoz legyen kötve, akkor nem. Tehát, hogy minden áron nem kell a pénz, és szerintem ez egy nagy, nem know-how-unk, de biztos, hogy egy olyan visszajelzést ad arról a munkáról, amit mi valójában munkának hívunk,
ami miatt mi talán egy kicsit kitűnünk az összes többi közül. Aha. Magánemberként, influencerként, akkor mondjuk úgy, mennyit dobálsz vissza? Sokat? Sokat. És a social gurun keresztül nyomod te az influencer melóidat, csak és kizárólag? 10-ből 9-et. Sztorizni kell róla, meg kuponkódot kell kitenni, abban nem akvirálom a social gurut, mert nincs mit social media menedzselni. De én például influencerként úgy gondolkodom, hogy sztorik tekintetében... Tehát, számtalan. Hát most abban mi a bonyolult? Hát igen, csak hogyha nagyon sokat sztorizol egy nap, saját oldalamból mondom, akkor így esik az elérés szám. Amíg nem pörök ki a 24 óra, és neked lesz egy olyan 10 perced, amíg egy darab sztorid nincs kint, addig tök mindegy, hogy te mit raksz ki, így fog esni a szám. Ebbe lehet kipörög, igen, és van egy 10 perc olyan, amikor tényleg nincs semmi kint az oldalatok, de kiraksz bármit, így megy fölfele. Azt sem mindegy, nyilván mikor rakod ki, mikor jelennek meg, hol van relevanciája. Én például azokra szoktam odafigyelni, hogy storyline legyen. Aha. Tehát, hogy ne az legyen, hogy az egyiket kirakod, amit felvettél két Igen. nappal ezelőtt. Tehát mondjuk olyanra oda szoktam figyelni, hogy két nappal, három nappal ezelőtt ebben a szedben voltam mondjuk a videóban, de három nap múlva kell publikálni. Csak ideális esetben ezt elküldöd előre, megnézik, ha kell javítani, javítasz benne. Aha. Akkor mondjuk 3-4 nap után újra mosva a ruháimat, ugyanabban vagyok aznap, hogy ne legyen vizuálisan megosztó. Hát ez azért fura, meg szerintem ez ritka. Tehát, hogy te erre figyelsz. Erre igen. De arra, hogy Úristen, nem raktam ki valamit két napja, Jézus Isten, nem raktam ki valamit négy napja, ebben nem. Akkor neked nincs social kattogásod. Social kattogásom a tekintetben van, hogyha például egy időben nagyon sok képet raktam ki sztoriban. Nem tudatosan, csak valahogy úgy jött, hogy képek. Ez a gyurós időszak volt? Vagy ez melyik volt? Hát ott sok, ugye? Igen. Ott van egy képünk, mindjárt meglepettük. Ott, hát igen, ez egy útkeresés azért. De miért félmeztelenül? Hát mert volt mit mutatni. Na ez tehát, fontos. Hogy, fontos? Hogy, fontos, hogyha van mit mutatni, akkor azt megmutassuk? Hát ez egy egészséges határon belül szerintem igen. Tehát ugye ez visszakanyarodhatunk arra a kérdésre, hogy ki mire használja a social médiáját. Hát mivel ezekkel a képekkel én egészen másra használtam, mint mondjuk most. Mi levágtuk a like számokat, de ezen közel 30 ezer like van azért. Tehát jó, ez egy nagyon felkapott időszak volt, tehát hogy azt te is mondtad, ott nem lehetett nagyon kinyitni ugye a bulvár újságokat, írott, olvasott tekintetben, hogy ne lett volna valami cikk, hát megfogtál egy kávét csészét, akkor... Ez volt az a kép például, amivel kapcsolatban, ezt megelőzően nekem volt egy ilyen kis minifájtom a Baukó Évával. Arra nem emlékszem. Kaptam egy kérdést egyszer róla, hogy mit szólok ahhoz, hogy folyamatosan elmondja, hogy a különböző tévéműsorokban kik a nyertesek és ki hogy. Ja, igen, és akkor visszaértem el, hogy ki az a Baukó Éva. Hát amit ő meglátott, és elhordott mindennek, nyilván én erre nem reagáltam. Aztán, ahogy ebben az időszakban én kommunikáltam és jelen voltam, írt rám az Éva, hogy szeretne elnézést kérni, amit írt. Egészen más embernek gondolt, és a mostani megnyilvánulásaimban ő már egészen máshogy gondolkodik róla. Egyébként meg nagyon jó ez a kép. Na, tényleg jó ez a kép. És akkor írtam neki, hogy ne viccelj, hát mondom, én is elnézést kérek, hogy ezt válaszoltam rá, de... Aha. Úgyhogy érdekes, hogy tudod... különböző műsorokkal, különböző megjelenésekkel, vagy különböző magadról mutatott képekkel befolyásolni a szó pozitív értelmében mondjuk a közönségedet, vagy hogy változik meg a közönséged akkor, amikor megnyilvánulsz itt és így és azzal, akivel vagy, aztán utána meg mondjuk egész máshogy. Ha már közönség, social közönségek, különböző platformok, szerinted melyik a legjobb platform most? Az attól függ, hogy mi a cél. Neked. Én a TikTokot nagyon-nagyon szeretem, mert ott te totálisan hülye lehetek. Tehát én imádom a mucsi salámondos videókat, én imádok például a szerelmemmel olyan videókat csinálni, amik trendek, amik működnek, amiben... hát akkor egy kicsit maradj csendben, ezt nézzük meg, jó? És utána megbeszéljük. A stílusában, nem hallottani. Hallom, akkor miért nem hallottad meg?
Ezt kicsalta meg? Hát te most gondolj már bele, hogy a Britannit honnan szedted össze? Kitűnt? A lálótól. Hát hogy lehet a lálótól a Britanni, mikor a fiam akkor a börtönbe volt? Akkor este én teherbe, jóval előtte. Jaj, biztos olyan nagy a fiamnak, hogy kinyúlt a börtönbe. Ja, én ezeket imádom. Na, tehát a TikTok olyanra, mint hogy poénkodni, bohóckodni neked. Mert ahogy a TikTokodat bújtam, mikor készültünk, azért ott inkább ez a vonal van. Igen, én csak ott a nagy gyerek vagyok. Igen, csak hogy adódik a kérdés, tudod, hogy hogyan az, hogy te az Instagramon és az életben és ő cégtulajdonosként egy komoly üzletember vagy, miközben a TikTokon a hülyét adod már, bocs. Szerintem ennek a világ legtermészetesebb dolgának kéne lenni. Hát az a... Nem hiszem, hogy te azért vagy jó cégvezető, vagy azért vagy elismert vállalkozó, vagy a szakmádban sikeres valaki, mert folyamatosan azt a képet mutatod magadról, hogy úristen, tehát mennyire sikeres vagy. Én most minden nap rakosgassak ki szerződéseket, munkafolyamatokat, dögunalmas vagy. Meg én nem ez vagyok. Tehát ahogy ugyanúgy kirakom, hogy a kislányom egyébként kifest engem, vagy csattot rak a hajamba, igen, vagy telerakja az arcomat matricával, amit utána nem győzök kenegetni, mert rajta van 4 órát, mert sír, hogyha leveszem, és utána vörös az arcom ezektől a rohadt anyagoktól. Hát ez te vagy ez. Te vagy ez. És hogyha neked az a stratégiát, hogy ezeken a platformokon te megmutatsz magadból mindent, amit szerinted megmutatható, akkor szerintem a jó érzésű ember, hogyha ezeket nézi, akkor pont annak a képnek kéne lejönni róla, hogy egyébként igen, dolgozik, mint a vadállat, de egyébként, ha meg arról van szó, akkor tud vicceskedni, tud bohóckodni, nem derogál egyébként női ruhát felvenni, amiben azt mutatja, hogy igen, sok esetben a nő a főnök. Aha. És ezt egy vicces videóval megmutatod, és nem gondolom, hogy attól férfi a férfi, hogy minden esetben ő diktál. Sőt, talán az is igaz, hogy egyfajta intelligenciára valhat az, hogyha bizonyos élethelyzetekben te pontosan tudod, hogy neked abban a hierarchiában hol a helyed. Aha. Tehát a gyerekeim tekintetében én pontosan tudom, hogy a ranglista alján vagyok. Akkor, amikor utazunk külföldre, és mondjuk a szerelmem ott még nem volt, és ő szeretne ide menni, meg oda menni, akkor én nem fogom azt mondani, hogy nem, már pedig először bemegyünk azokba a boltokba, ahova én mondom, aha, mert én intéztem ezt az út. Jaj. Tehát ott már egy ilyen nagyon erőteljes sátán jellem jönne elő, ami szerintem egy ideálisan működő párkapcsolatban hosszú távon nem fenntartható. Uh-huh. Úgyhogy, de lehet, hogy van olyan, aki meg azt mondja, hogy én biztos nem fogok egy ilyen céggel együtt dolgozni, ahol egyébként a cégvezető random női ruhákba bújkál egy-két azért videó. Azért szerintem a mérleg arra billen, akinek ez jobban tetszik inkább. Én is azt gondolom, meg a kommentek is ezt mutatják, hogy itt például ilyenkor azért szoktam nézni, hogy azért ezt tudod, könnyen át tud billenni, főleg a mai magyar társadalomban azért ez egy megosztó téma. De aki ezt a videót úgy látja, ahogy én készítettem, ott azért 90%-ban az van, hogy úristen, de hülye vagy te. Aha. És hogy úristen, tényleg így van. Mert hogy egy picit azért ilyenkor gondolkodásra bírod a nézőt, hogy igen, ott, amikor rász a Sephora-ban, ezt használom, de hát Magyarországon nincsen ilyen brand, lehet használni, állok ott a két kis táskában, és tényleg, mint ebben a videóban, tehát úgy ugyanolyan nő vagyok, mint az összes 1500, aki bent van a boltban. Továbbra sem értem, hogy mi a különbség az 1500-adik ugyanolyan alapozó között, hogy ez a piros jobban csillog, mint a másik. De ott állok, megpróbálok türelmes lenni, megpróbálom végigállni a sort, és utána meg tökre jó érzés látni, amikor a szerelmed ettől boldog, uh-huh, aki egyébként meg ugyanúgy eljön veled foci meccsre, ahol látod, hogy amúgy a falat kaparja, mert nagyon nem akar itt lenni, de viszont tudja, hogy én meg degenerált Fradi és Róma szurkoló vagyok, igen, és... Hát ezt nem is értem, de mindegy. Hát szeretem a sikereket. szeretem a sportsikereket. Meg hát 4 éves korom volt, tehát nagypapám vitt ki először. A Fradit értem. A Rómát nem. A Rómát valami. Én akkor voltam ki nyelvet tanulni Olaszországban, amikor világbajnokok lettek az olaszok. Ráadásul én Rómában laktam, Róma negyedben, aha,
ahol ugye mindenki piros-sárga zászló, és vává. Tehát az meg egyébként rád ragad. És onnantól kezdve az a fajta totti kultusz, amit ő például a Rómában csinált, hogy talán a mai napig megismételhetetlen, hogy egy ember egy csapatban egész életében, az úgy így mélyen építette ezt a római rendi szenvedélyemet. Érthető. Kicsit kanyarodjunk vissza, talán egy nagyon fontos részére a social médiának, és én nem beszéltünk róla, és apukaként és cégtulajdonosként, influencerként is kíváncsi vagyok a véleményedre. Gyermekek a social médiában. A te gyermekeid a social médiában. Mi az, amit mutatsz belőlük, mi az, amit nem mutatsz belőlük? Reklámoztál-e velük valaha? Fogsz-e, kérsz-e engedélyt, akár a Meditől, mert ő már nagyobb, ugye, hogy kiteheted, nem teheted? Gyermekek a social médiában. Kezdjük az elejétől. Az elején szerintem én olyan sok hibát elkövettem a gyerekekkel kapcsolatos dolgok mutatásával kapcsolatban. Kimondhatjuk, hogy erre például a Tibi atyás őrület hívta például a figyelmemet. Továbbra sem értek egyet azzal, ahogy egyébként ő ezt kommunikálta, amilyen szavakat használt, amilyen szavakkal illett ezt az egészet, főleg, hogy egyébként sok butaságot is mondott, de azért az felnyitott a szemet. Tehát még egyszer azt nem csinálnám. Az a per tart még amúgy? Vagy nem, az vége, azt megnyertük. Az igen, ott büntetést kapott. Tehát még egyszer azt nem csinálnád? Nem. Oké. Okay. Nem. A gyerekkel soha nem reklámoztam. De ki vagyok én, hogy eldöntsem, hogy egyébként más szülő ezt hogy teszi. Hogy mondjak itt rögtön két példát. Akik például gyerekkel reklámoznak, és mondjuk az ezekből befolyó pénzeket félreteszi a gyereknek, és 18-19-20 évesen mondjuk ki tud cashelni egy lakást. Uh-huh. Jó járt? Rosszul járt? Macaulay Culkin gyakran mondják példaként, hogy ő is fiatalon ebbe bekerült, és mi lett vele. Meg is lett a... Igen. Értem, de hány olyan van, aki meg fiatalon bekerült, és a mai napig egyébként halál normális életet él? Szerintem alapjában véve, aki nagyon fiatalon bekerül a médiába, oda kellene egy olyan felnőtt coach, egy ilyen pszichó valaki, aki egyébként segíti az útját, és segíti ebbe az egész fura világba való integrálódását. Szerintem ez egy nagyon nagy hiba, hogy 20 évesen égnek ki olyan énekesnők, Tóth Andi például, aki azt mondja, hogy nem áll többet színpadra, mert elege van abból, ami vele kapcsolatban történt. Ő mondjuk extrémen kapta a bántást folyamatosan. Tehát igen. Én az Andit például fura meg tudom érteni, hogy ő azt mondta, hogy köszi egy picit. Igen, de közben te, mint egyébként az Andi dalait szerető valaki, vagy én, mint az Andi dalait szerető valaki, meg közben mégis mekkora veszteség, hogy nem látod ezt a szuper tehetséges valakit a színpadon, aki egyébként zseniális színésznő, az én megítélésem alapján, szerintem az ország egyik legjobb hang terjedelmével rendelkező énekesnője, zseniálisan táncol, tehát ő nagyjából bármibe fog, abban ő tök sikeres volt, és akkor te ezt a szemét nem látod, mert túl fiatalon került bele egy olyan világban, aminek van egy nagyon mocskos része. Hát egy daráló, nem? Uh-huh. Valamilyen szinten. Igen. Uh-huh. Hogyha Medi, mennyi idős most a Medi? 6. 6 éves, és Annina? 4. Ő pedig 4 éves. Saját példa ismét, és én ebből szeretek táplálkozni, meg én ezt vállalom is, reklámoztam már gyerekkel. A gyereknek nagyon fontos volt ebben, hogy bármi megtörténik, a nagyobb gyermekem nekem 9 éves. Mindig kérdés van. Figyelj szívem, megkeresett egy ilyen cég. Ebbe élünk évek óta nagyon is műsorvezetés mellett, ugye influencerkedés, mostantól reméltek podcasterkedés. Tehát, hogy mindig az az első, hogy azt mondja, hogy Kende, nézd szívem, van egy ilyen, ezt ti meg fogjátok kapni. Szeretnénk, hogyha egy videót csinálnánk, ebbe te benne vagy-e, vagy sem. Ő már van, amikor azt mondja, hogy nem. Aha. Nem vállalom. És én ezt így lépek hátra, és írom az e-mailt meg, hogy köszönöm szépen a megkeresést, nem fogom tudni felvenni, maximum olyat tudok csinálni, hogy itt van, nézzétek, de nincsen gyerek a képben. Tudod? De hogy nálad van-e ilyen, hogy a Medinek már van olyan nyílt tudata ezekre a dolgokra, mert ugye ők is azért ebbe élnek mind a két oldalon, hogy az van, hogy te megkérdezed, hogy figyelj, Mediként. Én fotóról szoktam meg, reklámról nem. Tehát, hogy én ezt úgy anno eldöntöttem, anno eldöntöttük, és nem. Aha. Fotóról szoktam megkérdezni, hogy lövünk-e egy képet, Medi, van kedved fotózkodni? És akkor egyébként
Valamikor azt mondja, hogy igen, aha, az esetek 99%-ában, de volt, hogy azt mondta, hogy nem akar képet. Aha. És az instasztorik? Mert ott azért sok olyan instasztori van a te oldaladon is, amikor nálad vannak a gyerekek, bohóckodtok, az ágyban, Annina kifestéged, amennyivel focisztok. Itt is mindig az van, aha, hogy felteltem-e, fiam? Aha, igen. Ez tök jó, ez korrekt. Én is így csinálom amúgy. Tehát, hogy szerintem, aki ezt nem teszi meg, mert bőven vannak, akik nem teszik meg, ahogy említetted, megélhetési influencerkedés talán, és nem is feltétlen kell, hogy reklám legyen, csak ugye lássuk folyamatosan, hogy ott van a gyermek, hogy jöjjetek cégek, akik ilyen dolgokkal foglalkoztok, hogy ott van gyermek. Igen, mert ott ugye van okokozati összefüggés, tehát aha, hogyha ő standard esetben nem mutatja ezeket a programokat, akkor egyébként ügynökségben lehet, hogy fel sem merül az ő neve, mint gondolat, aha, mint lehetséges alternatíva, mint aha, influencer. Igen, abszolút. De nálam ugye, mivel nincs ilyen jellegű reklám, nyilván az életem szerves részét képezik a gyerekek, szerves részét képezi az én apa szerepem. Én ezeket nagyon boldogan megosztom, arról nem beszélve, hogy azért nagyon gyakran nézem is például ezeket. Tehát például minden utazás alkalmával. Tehát amikor mindenki alszik a gépen, akkor én például nézem a fotókat, nézem a régebbi videókat. Én ezeket egyébként le is mentem általában. Nekem ilyenkor ezek így tök sokat adnak ezekben a pillanatokban, hogy ott még nem tudom én totyogott, vagy ott még nem tudom mit csinált, vagy ahogy jaj, akkor még itt aludt, vagy akkor még hol délutáni alvás, és akkor ahogy fogja a kezem, hát nekem a háttérképem is, az összes háttérképem az mind gyerekes, mert nekem nagyon jó leső érzés ezekre ránézni. És ha már úgy alakult az élet, hogy nincsenek minden nap, akkor ezekben az ember szeret táplálkozni, és ezeket azért szerintem úgy is érdemes felfogni, hogy egy ilyen modern fotóalbum. Elkanyarodtunk egy ilyen 3-4 órával ezelőtt, nagyjából beszéltünk a TikTokról, az élőzőkről, a kéregetőkről. Van egy teóriám, és tételezzük fel, hogy 3-5 év múlva ez bekövetkezik. Mit mondasz a fiadnak, ha azt mondja, Medi? Apa, kérlek, adj nekem 5000 forintot, mert szeretném feltölteni a TikTokra, és elküldeni ajándékba. Nem tudom, hát ez egy beszélgetés. 3-5 év múlva ebből nyilván lenne egy beszélgetés, hogy milyen TikTok, mit nézel. Aha. Élőket, párbajokat, embereknek küldözgetek pénzt, ajándékot, amit ő majd pénzzé vált. Szerintem megtiltani nem tudod. Tehát, hogyha neki egyébként ez egy bevett vágya, akarja, nem szeretné, hanem akarja, tehát, hogy ez egy erősebb szó, mint a szeretném, akkor megtiltani nem tudod. Én úgy vagyok vele most, hogy sokat beszélgetek velük, de a mai napig. Gyakran kérdezik is, mikor nézik, a gravitációról beszélgetsz a gyerekeddel. Mondom, hogy persze. De hát ez 4 éves. Hát mondom, és akkor mi van? Hát azt 4 évesen is megérte, hogy feldobod, leesik, aha, valamiért van. Aha. És egyébként a mai napig volt egy olyan elszólás, képzeld el, hogy valaki mondta, hogy eldobtad, és az leesett. Persze, hogy leesett a gravitáció, mondja a fiam. És akkor nézek. És néznek az emberek, anyját, ki ez a zseni. Aha. De szerintem beszélgetni kell, és ilyen témában is szerintem beszélgetni kell, és nyilván el kell, nem, az én szempontom szerint nyilván, el kell tudni neki magyarázni azt, hogy ennek mi lehet a hosszú távú metódusa mondjuk az ő életébe. Uh-huh. Tehát nem zárkoznál el előle? Én semmi elől nem zárkoznék el. Tehát én azt gondolom, hogy a beszélgetés az, hogyha két fél tényleg beszélget egymással, ami azt jelenti, hogy nem ez az edzőtermi beszélgetés, hogy csá, tesó, szia, vizu, hogy vagy? És válaszolna csóró, de ja, te már mész, nem tudom fel kell nyomni. Abszolút. Ez nem beszélgetés. Aha. Ez egy ilyen valamilyen berögzött lószar. Tehát ha két ember leül egymással, figyel egymásra, van kérdés, van válasz, viszont kérdés van, akkor szerintem ez hosszú távon nagyon sokat tud adni valakinek az életéhez, főleg, hogyha ő egy kis ember, aki most még fejlődik. Uh-huh. És én megpróbálom elmagyarázni neki, hogy mi van, megpróbálom elmagyarázni, hogy apának ebben milyen tapasztalása van, elmondanám neki, hogy én ebből az egészből mit tapasztaltam, milyen pozitívumok voltak, milyen negatívumok voltak. És egyébként meg a kisfiam, hogy te szeretnél egyébként pénzt adni, akkor tök jó, akkor mennyit kérsz, 5000 forintot? Igen, szuper. Akkor hozzá ide 2500 forintot, és a másik felét én kifizettem. Ezt tudom, mert így csinálták, ugye? A nagyapád pontosan példáj, ugye?
Igen, Nike cipőt már. Szerettem abszolút. Volna venni. Mondd, ezt azért mondjuk el, tudom, hogy elmondtad sok helyen, de szerintem ezt te azért adod így tovább, mert ezt kaptad te is annak. Igen. Nagyszüleim akkor már jó módúak voltak, könyvkiadójuk volt, és én szerettem volna venni egy trendi cipőt. És azt mondtam, hogy ezen papa, mama, én ezt szeretném. És mondták, hogy tök jó, mennyi pénzed van hozzá. És gondolkodtam magam, hogy mi szívat a papa? Hát nyilván tudja, hogy semmi. Mondom, papa, nincs hozzá pénze. Mondta, hogy semmi gond. Amennyit te idehozol, annyit én hozzáteszek. És ez azt szülte, hogy elmentem gyors étterembe dolgozni, amit imádtam. Hát, hogy szerintem receptre kéne írni. Vagy a katonaságot így. Fiataloknak, vagy a gyors éttermi melót, vagy van olyan tévéműsor is, amiben például nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, hogy ott 20-30 napokat lennének emberek, és megtanulnák azokat a standard alapemberi tulajdonságokat, amiket egyébként nekem megtanított egy-két tévéműsor. De hogyha már nincs, akkor ez a része maradt, hogy akkor szuper, akkor tegyél hozzá valamit. Hát miért lenne a világ legtermészetesebb dolga, hogy én ezért adok? Mindeközben a nagyszülémnél a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy mondtam, hogy szeretnék megtanulni olaszul. Néz ki a iskolát, néz ki, hogy hol szeretnél lakni, mennyi időt szeretnél maradni, mondd meg, hogy mennyibe kerül, és utaljuk a pénzt. És ez így is történt. Tehát, hogy abban nem volt elvárás, hogy rakjak hozzá. De mivel ők úgy gondolkodtak, hogy teljesen felesleges a legújabb trendi cipőbe egyébként rohangálnod az iskolába, teszem, az két nap múlva ellopták a Csepeli strandon. Ott is elmondta édesanyám, hogy nem kell ebbe kimenni, menjél papucsba. De tudod, akkor még ez a izé papucs volt, tudod, ez a kapaszkodós. Hát, abszolút. Hogy abba menjél, mert hogy annak nem ez. Jaj, anya! Hát 4 óra múlva 71-es buszon mezitlám álltam, és mentem haza, hogy úgy vitték el, egyébként ugrottak át vele a kerítésen, soha többet nem láttam a cipőt. De az ember ezt megtanulja, és ezeket szerintem tovább kell adni, mennyiben sokkal több tapasztalásod van, mint egy gyereknek, aki még nem feltétlen tudja, hogy ez mit jelent. Mint ahogy sokan nem tudták, hogy mivel jár, ha így nyilvánulnak meg, vagy ha úgy nyilvánulnak meg, vagy ha valaki kirak egy képet mondjuk arról, hogy reggel, nem tudom én, kávés tekilát iszik az ágyban. Ha mondjuk azt pont nem szokta. Azt csak este. Csak este. Oké, Csuti. Egy kicsit beszélgessünk a te tévés karrieredről is, mert a social media, én azt gondolom, hogy azért nagyjából körbejártuk, bár szerintem kimeríthetetlen, és napokig tudnánk róla folyamatosan beszélni. Hát szakmailag, abszolút, de egy kicsit a tévés karrieredre menjünk, mert az is nagyon feltörőben van, folyamatosan fejlődőben. Nagyon-nagyon sok tévéműsorban először szereplőként jelentél meg, majd műsorvezetőként is megjelentél már. Ami számomra itt kérdéses és fontos, hogy ez neked simogatja a lelket, hogy az élet minden területén ilyen szinten jól tudsz teljesíteni, és számítanak rád, és folyamatosan jönnek az újabb felkérések. Hát ha úgy definiáljuk, hogy simogatja a lelkem, hogy ez egy ilyen hízelgő valami, akkor... Azért hívnak, mert kell lesz. Azért, mert adsz hozzá. Aki elveszt belőle, azt nem hívják. Igen, de tudod, sokszor ez büdzsék kérdése is. Lehet, hogy én valamit megcsinálok X-ért, amit mondjuk a nálam sokkal jobbak 6 X-ért csinálnának, és arra mondjuk nincsen büdzsé. Tehát, hogy ne legyünk azért álszentek e tekintetben. Nekem ez az egész műsorvezetés azért nagyon kezdeti dolog. Ugye én a Szépítők nevezetű AFP műsort vezettem. Kezdetben ugye kettesben vezettük, aztán utána egyedül, aztán lényegében annyira nem formálódott a műsor, hogy maradtam benne egyedül. Az volt az első szánypróbálgatása. Aztán ugyanez a produkciós iroda kért fel, a gyártócég kért fel a Sztárok a Reptérenre, aminek nyilván az első évada egy nagy ugrás volt mondjuk a Szépítőkhöz képest. Aztán jött a második évad, ahova szintén felkértek, ami ahhoz képest volt egy szintén óriási ugrás, mert az már egy főműsoridős, bruttó 44 perces, kvízzel, minden egyébben beköszön, elköszön, ott már szöveget is kellett tanulni, ami azért nagyon nehéz volt, mert ugye éjszakában nyúlóan végeztünk, ugye hazament az én szerkesztőm, megcsináltam maga dolgát, és még hajnal 1:30-kor elküldte a szövegedet, hát én nem maradtam fönt 1:30-ig, hogy azt megtanuljam 3-ig, hanem reggel. Szépen. Ott volt már a szöveg, kényelmes tempó, és akkor én olvastattam a telefonommal a szöveget, és mire odaértem a reptérre, meg kellett tanulnom.
És akkor ugye most van egy másik projekt, ami még ugye nem feltétlen publikus. Én inkább azt mondom, hogy amikor olyan szakmai visszajelzések jönnek, hogy díjat nyer a műsor, hát a Sztárok a Reptéren lényegében mindent megnyertünk, amit csak lehet, sőt, ugye most az év... Igen, valami jelölés most pluszba kapott. Igen, nem szórakoztató, nem tudom én miében jelölték a Sztárok a Reptéren. Nem az év repülős műsora? Sok konkurenciánk nem lett volna. De hogy nyertünk vele díjat New Yorkban, nyertünk vele díjat Londonban, és amikor a Reptér vezérigazgató helyettese, amikor ő a kormányzati kapcsolatokért felelős miniszteri biztos is, azt mondja, hogy ő engem alkalmazna szóvívőnek. Uh-huh. És ezt úgy mondja, hogy egyébként, ha őt nem lenne, ő engem beajánlana. Na, az valamiféle visszajelzés. Uh-huh. Vagy amikor olyan a nézettség. De tudod, a nézettség az jöhet a celebektől, akik benne vannak. Úgyhogy én azért azt már megtanultam, hogy azért ez a világ, amilyen egyszerűen beszippant, úgy ki is köp akkor, amikor éppenséggel arra van igény, hogy rád már nincs. Uh-huh. Félsz, hogy ez eljön? Nem. Nem. Ha most azt mondják, hogy holnaptól csá, csuti, se tévé, se social media, se semmi. Se tévé, se social semmi. Media, se... Semmi. El kell menni egy tanyára, a szülőket nevelgetned életed végéig. Viheted hát a gyerekeket, meg a biust, meg akit. Pont tanyára kéne menni, azt adnám. Na jó, de ez volt a farm. Így van. Tehát, hogy az volt az a műsor, amire én gondoltam. De hogy nem érezni hiányérzetet? Van még, amit mondjuk nem kértek fel, vagy te nem... A műsorvezetésben nyilván van hiányérzetem. Tehát, hogy abban azért nekem van még olyan terület, amit nagyon szívesen megcsinálnék. Én nagyon szeretnék például sportműsort vezetni. Uh-huh. Képben, hangban? Aha. Csak hangban? Hangban mondjuk hangban. Elegendő lenne. Vannak ilyen jellegű ötleteim is, hogy mit lehetne ebből csinálni. Nagyon vezetnék élő műsort, azért az élőnek a varázsa az engem nem nyomna, hanem inkább például motiválna. Uh-huh. Szórakoztató műsorokat, de hát azért valljuk meg őszintén, mindkét csatornán egészen elképesztő múlttal, jelennel és tapasztalással rendelkező emberek vannak, akik mellett nem feltétlen tudsz még mondjuk labdába rúgni. Viszont ezektől az emberektől nagyon sokat lehet tanulni. Tehát, hogy nyilván én ezt sokszor elmondtam már sok helyen, hogy én azért gyakran azért is nézem ezeket a műsorokat, mert nézem benne a műsorvezetőket, aha, és nézem, hogy mit csinálnak, hogy asszociálnak bizonyos kérdésekre, aha, vagy ha hibáznak, hogy jönnek ki belőle, úgyhogy te látod, de egyébként az operatőr megoldja, és mondjuk, mint egy levált róla képben, és valakit más szólaltatnak meg. Két csatornát említettél, létezik, hogy te a közeljövőben mondjuk váltasz? Azt mondtad, nem lesznek provokatív kérdések. Ez nem is az amúgy. Fia, alapvetően én hűséges típus vagyok. Én a kezdetektől kezdve a TV2-n voltam. Voltam egy műsor erejéig az RTL-en is. A műsorvezetés lehetne mondjuk az a rész, ami... átcsábíthatna. Ami elgondolkodhatna, de például most is egy sokkal nagyobb csomag ajánlata volt a másik oldalról. Nyilván nagyobb csomag, nagyobb pénz, de maradtam egy projekt miatt tized annyi pénzért az anyacsatornánál, mert nem tudom, ez nem. Lojális vagy. Hát igen, meg szerintem ez korrekt is. És én beszéltem a TV2-n valakivel, hogy egyébként van ez, tehát van ez a lehetőség. Nyilván mindenki pénzből él, azért az egy globális csomag, de hogyha műsorvezetésben számítanak rám, akkor bennem ezek a projektek fel sem merülnek. Aha. Úgyhogy miután mondták, hogy számítanak rám, és meg is adták a lehetőséget, visszahívtam a különböző szerkesztőket, akiknek az volt a feladata, hogy uh-huh, ezt az offert, ezt megtegyék nekem, és mondtam, hogy nagyon nagy tisztelettel, uh-huh, de elutasítom, mert hogy szeretnék maradni. Most amit mondasz ebből, nekem az jön le, mintha téged már szerencsére tartasz olyan egzisztenciális szinten, hogy téged nem motivál a pénz. Motivál még, vagy nem? Vannak még azért bőven olyan céljaim, amikhez kell pénz, de... De van olyan, hogy elég? Pénzből? Aha. Hát mindenki a maga szintjén nyomorog. Sokáig azt gondolt. Vannak olyan dolgok, például, hogy egyáltalán nem motiválnak. Egyáltalán nem motivál, hogy nem tudom, 80-100 millió forintos autóba üljek. Soha nem motivált.
Soha. Soha nem éreztem azt, hogy 3 centivel megnőne a farkam azért, mert mondjuk nem egy középkategóriás autóban ülök, hanem egy luxus márkában. Soha. Sőt, az első normális kereseteimből, amit összegyűjtöttem, pénzt, nem autót vettem, meg designer cuccokat, hanem befizettem önerőt egy lakásba, és felvettem hozzá egy hitelt. Ezt is a tök tudatosan svájci frankba. Abba. Teljesen. De azért, mert a nagyszülőknek is svájci frank kapu hitelük volt, nem annó. Nekik nem, hála Istennek, mamáiknak nem volt hitelük, de ők nyilván ők egy olyan biztos pont volt az életemben. Akkor, hogyha jó, hogy bármi történik a hitelemben, akkor majd ők segítenek. És hát, hogy milyen érdekes arcon csapás az élet. Aláírtam a szerződést hétfőn, és kedden nagyvérzést kapott a papám. Aki miután felébredt, és nagyjából magánál volt, két kérdése volt, hogy a gyereknek megvan-e a lakás, és hogy ki nyerte az amerikai elnökválasztást. És utána nagyon sokáig egyébként nem is tudott beszélni. Neki a beszédközpontjában okozott egy maradandó, maradandó egészségkárosodást. Úgyhogy ott nagyon hirtelen, ma melyik mindig olyan biztos, nem mindig, onnantól kezdve, hogy megvolt a könyvkiadó, onnantól kezdve ilyen biztos anyagi támaszok voltak. Azokban a kérdésekben, ami mondjuk nem trendi cipő. De nyilván egy hitel, egy gyereknek önálló lakás az kimerítette ezt a kategóriát. És akkor értelme az volt, hogy paf, ennyi. Tehát tudtam, hogy nem lesz könyvkiadó, tudtuk, hogy papa nem fogja tudni már végezni azokat a munkálatokat úgy, ahogy... Úgyhogy ott nagyon gyorsan felnőtt emberé kellett válni, és szerencsésen úgy alakult az élet, hogy minden megtakarításomat akkor fel tudtam törni, és akkor, amikor a kormány biztosította azt, hogy a 180 alatt felvett svájci frank hiteleket 180-on végtörleszteni tudod, én 179,80. Volt a folyósítás napján az árfolyam, két napra rá 180,20. Azt. Akkor ez szerencse. Mindent feltörtem, minden megtakarításomat, mindent mindenből kivettem, kölcsönkértem ismerősöktől pénzt, anyukámnak is összegyűjtött pénzét is odaadta, és akkor lett egy tehermentes ingatlanom. Úgyhogy ingatlanok számában például, abban nagyon hiszek, az nagyon motivál. Hát nagyon szeretnék például egyszer majd társasházat építeni. Az valami olyan szintű vágyam, ami bakancslista, mert az valahogy egy alkotás számomra, hogy ott van egy rohadt nagy földterület, és akkor oda mondjuk építesz lakásokat. És én valami egészen máshogy gondolnám ezeket kivitelezni, mint amit most látunk, hogy repedeznek a falak, dől a ház, tötörötötörötöt, valami olyasmit csinálni, ami... Panelt akarsz építeni, mondjuk. Hát mi azokat? Azok a mai napig állnak. Azok működnek. Tényleg, rohadt idegen járott, dögmeleg. De ott vannak stabilak. Meg ugye hallasz mindent, tehát ott tényleg együtt élsz mindenkivel, mert minden szomszédodnak minden mozdulatát hallod. Úgyhogy talán ez meg nyilván az ingatlan egy olyan rész, amivel te mondjuk tudod a gyerekeid jövőjét biztosítani. Plusz, ha nincs tévé, plusz, ha nincs social media, plusz, ha nincs semmi, és van mondjuk 5 ingatlanod, amit kiadsz 200-300 ezer forintért, mert lakni mindig kell majd valahol. Lásd Dubaj. Tehát, hogy ma már például Dubajban csak 10%-a. A bevétel 10%-a jön az olajból, és a 80%-a maradék az ugye minden más, az pedig a turizmusból. Mert hogy a turizmusnak laknia kell valahol, ha valahol lakni kell, akkor azért pénzt fog hozni, az fel kell építeni, a munkásokat ugyanúgy kell szállásolni. Tehát ebben tönkre hiszek, hogy lakásokat venni, az egy biztos pont a gyerekeidnek. Igen. Önálló életkezdés, ez veled bármi történik, ott van, adjátok el, azt csináltok onnantól, megvan a pénzügyi támogatás, ha már én emberileg nem tudok segíteni, mert nem vagyok. Plusz, ha semmi nincs, akkor ezekből, ha kiadod, akkor egyébként biztosan meg tudsz élni. Csuti, nagyon-nagyon sokáig tudnék veled beszélgetni. Van még egy blokkunk, de én ezt most így a nagy részét lezárnám, jó? Van nekünk komment szekciónk. Jaj! Nem is kevés, nem is sok. Honnan jönnek a kommentek? Mindegyikhez oda van írva, hát az egyik az aranybányánk, a Reddit. Erről az applikációról nem is beszéltünk, akár kifejtetett pár gondolatban, hogy mit gondolsz az applikációról. Nekem nincs. Ahol téged, bocsáss meg, jelöltek a Bohóc Award. Ezek szerint meg is nyertem. 2023-ban. Elvileg igen. Elvileg meg is nyertem. Elvileg meg is nyerted. Mi a véleményed amúgy a Redditről? Tehát a rossz indulat apja, mondhatjuk ezt? Szerintem a legnagyobb probléma a Reddittel az, hogy ennek azért lehet létjogosultsága, bár ugye egészen más célból jött létre a Reddit, mint ami most. Ugye milyen érdekes, hogy van egy ötleted, aztán ezt integrálni akarod a magyar piacra, és valami egészen más lesz belőle, mert itt valahogy túlságosan sok olyan ember él, akinek ez a kiteljesülése mekkája.
Az a baj, hogy írhatnak olyat, ezzel nincs baj. Hát, ő írta? Igen. Ja. Hát tudod, Reddit-e nincsen profilkép, nincsen. Semmi nincs. Aha. User 83 16 80 10. Aha. Tud, kb. Hát pont ezért nincsen jelentősége nincs egyébként. Jelentősége. Számomra nincs. Az viszont nagyon nagy probléma, hogy ennél sokkal durvább kommenteket lehet úgy írni, hogy annak nincsen jogi következménye. Mm. Tehát ha te influencerként nem marad ki, hogy hirdetés, a GVA nem igen. tudom én több 10 millióra büntet téged, a céget, meg mindenkit. És azt tudja kicsoda, meg egyébként elküldhet ide, meg írhat a gyerekedről olyat, amilyet, meg egyébként a halálát kívánhatják, hanem hogy ezt ma meg lehet tenni jogkövetkezmény sajnos nélkül, igen. Ez felháborító. Sajnos tehát, hogy nem, nincs egy olyan szervezet, aki erre ki tudna találni valamit. Uh-huh. Vagy ahogy te meg vagy hurcolva azért, mert éppen a saját nemedhez vonzódsz. Vagy bármiért. Tehát, hogy azért ez nonsense, és azért ennek kellene valamiféle jogi megfelelés, de még nincs. Azt tudod, hogy ez nagyjából már nagy túlzás, egy iparággá növi ki magát lassan, hogy én itt vagyok, itt ülök, te itt vagy, te ott ülsz, és neked 18 ezer A profilod van, amiről te egy kommenteket gyártasz, rossz indulatú kommenteket gyártasz embereknek. Tehát embereknek ez szórakozásuk. Ez az lett. Na itt foglalta szerintem nagyon szépen keretbe a beszélgetésünket, mert ez is azért működhet, mert itt ember lehet az ember. És hogy definiáljuk az ember fogalmát, az nyilván egy nagyon más kérdés, de amíg szeretet van, addig sajnos gyűlölet is. Jöjjön a következő kommentünk. Hivatalos szituációban találkoztam vele, kedves és tisztelettudó volt. Egy-két poént is eleresztett, kellemes csalódás volt, és a kedvencem élőben jóval alacsonyabb, mint a képek. És vékonyabb. És vékonyabb is. Itt kettő dolog is van. Van ilyen is a Redditen, ez tök jó. Igen, tehát nyilván nem csak negatívat szedtünk ki, hanem pozitívat, és amúgy meglepődnél, nem tudom, én sem olvasom, de most a vendégeim után azért a Reddit egy aranybánya volt, és róla több talán a pozitív is, de ilyen fele-fele arányban. A sajtósom szokta mondani, hogyha rólad jót írnak a Redditen, az tényleg olyan, mint egy ilyen avárd, amit egyébként kapnál. Aha. Te szoktad magadat így felülről fotózni, hogy vékonyabbnak tűnt, vagy mi azért írják, hogy élben sokkal... Saját álványom van. Kérdez, mert ugye lányoknál szokott ez lenni, aki felülről fotózza magát, ja, az azért molettem. Ja, nem. Tehát én halál bátran egyébként beszélek a botoxról is például. Aha. Tehát, hogy egyáltalán nem vagyok álszent e tekintetben. Úristen, te mit csinálsz? Jaj, semmit. Dehogy nem, hát ne, tessék, itt van. Na, kérlek, van is egy képünk. Tessék. Jó, de te ezt nyíltan vállalod. Abszolút! Tehát, hogy ebben az évvilágon semmi gond, és amin a legjobban meglepődni, hogy az edzőteremben oda jön a férfi, aha, és megkérdezi, hogy arra úgy láttam most ezt a, mit tudom én, milyen videót rólad, amiben erről beszéltél, hogy ez hogy van? Aha. És hogy több pasi jön oda hozzád, mint nő. Tehát, hogy amúgy meg nyilván érdekli az embereket, csak valamiért azt gondoljuk, hogy erről ciki beszélni. Aha. Én meg azt mondom, hogy ciki a fürdővizeddel arcot mosni. És sokkal jobb egyébként arclemosóval. Hm. És hogy miért ne kennéd be az arcodat este egy hidratálóval? Miért? Mert az kapja a legtöbb szennyeződést egy nap, miközben sétálsz az utcán. Abszolút. Jó. Van még kommentünk. Jaj, ez jó, mert én ezeket nem nagyon látom és kapom. Majd még csak a nézői kommentek. Ugye volt egy olyan is, hogy te kiraktál Insta sztoriba egy történetet, ahol névtelenül, kendőzetlenül kérdezhetnek tőled. Imádom. Igen? Imádom már most. Lubickolsz benne? Imádom, aha. Mindjárt egy pillanatot adj nekünk. Mesélj eddig a logóról, miért ez a logó? Figyelj, a logónál nagyon fontos volt, ez egy erdélyi srác tervezte nekem, aha, a sógoromnak az ismerőse. Nagyon fontos volt, hogy ez ugye mivel képbe sokat fog látszani, a totál kamerákban fog látszani, ezért ne bántsa a szemed, de legyen letisztult, tükrözzön egy olyasmit, hogy az embereken, nem csak a social médiában, de mindenki van egy állarc. Aha. És ezt az állarcot, hogyha leveszi, akkor ki van mögötte? Ki vagy te valójában? Így, pontosan, ki vagy te valójában. Úgyhogy ez így született. Nagyon nehéz szülés volt, de én azt gondolom, hogy azért megállja a helyét. Nagyon jó lett. Köszi. Na, figyelj, ez meg volt, kérünk egy következőt. Csuti szerintem egy bunkó, pökhendi pöcs. Edina csinált belőle celebet, ha ő nincs, akkor senki nem ismeri. Na, ugye ez a része az, amin mindig nagyon jókat szoktam nevetni, hogy senki nem ismeri. És? Vágytál amúgy arra, de hogy ismertél? Vágytál. Csak hogy említetted, hogy iskolodban a társaság középpontja voltál már akkor. Igen, de tehát, hogy a mai napig a baráti társaságodban egyébként az vagy. Uh-huh. Tehát
tehát én nem azért mentem el annó az Ázsia Expressbe, hogy akkor ebből majd legyen valami, mert jött egy ilyen felkérés. Ki is rúgtak a melódból utána. Így van. Éha. Tehát jól sikerült. Felépített. Igazgatóként. Négy város, régó igazgató, 100 alkalmazott, aztán mondták, hogy köszönjük szépen. Aha. Nem csak neked, ugye, tehát ez tény. Sokan azt gondolják, hogy az ember azért megy el egyébként egy tévéműsorba, hogy akkor, hogy ez egy ilyen másod-harmadrendű velejárója ennek az egésznek. Elmész egy tévéműsorba, mert egyébként lehet, hogy szeretted ezt a tévéműsort, és éveken keresztül nézted. Elmész ebbe a tévéműsorba, mert ne legyünk álszentek, odaadják az éves alkalmazotti fizetésedet. Elmész ebbe a tévéműsorba, mert egy jó kalandnak gondolod, vagy bármi egyéb. Aztán ebből majd meglátjuk, hogy mi történik. Hányan voltak már úgy tévéműsorban, hogy egyébként nem lettek olyanok, akiket mindenki ismer, hogyha engem senki nem ismerne, hogyha Edina nem csinált volna belőlem celebet. Tehát, hogy ez egy ilyen harmad-negyedrangú dolog akkor, amikor te először elkezdesz gondolkodni abban, hogy elválasz-e bármilyen tévés felkérést. És azért egy dolgot ne felejtsünk el, nehogy már attól legyen ember az ember, mert sokan ismerik. Tehát, hogy nem az a fokmérője ma egy ember emberségének a megítélésében, hogy ott hányan követik, vagy melyik tévécsatornánál van, vagy hogy megállítják-e az utcán. Hát ugyanolyan rohadt büdös gyökér lehetsz 500 ezer követővel, mint amennyire rohadt büdös gyökér lehetsz akkor, hogy senki nem ismer. Tehát, hogy nem ekkor válik el a borsó a héjától, hanem hogyha te a saját magad életútjában megteszem mindent annak érdekében, hogy a környezeted és te saját magad is azt gondold magadról, hogy te jó ember vagy, hogy hagytál valamiféle lábnyomot magad után, vagy életedben egyszer segítettél valakinek átmenni a zebrán, vagy adnál egy hajléktalannak, egy rászorulónak egy zacskó kaját, vagy ránézel arra, akivel beszélsz, vagy ott vagy valaki mellett akkor, amikor mondjuk senki nincs mellette, vagy beengeded a lakásodba azt, akit egyébként akkor senki nem engedne be. Vagy az, hogy amikor hozzád eljönnek, megtörtént példa napelemet telepíteni, 53 fok volt, figyelj, meghaltál, hogy ott vannak fönt a tetőn, és ömlött róluk a víz, éget volt a nyakuk, a fejük. Fagylaltot vittem föl nekik, vizet raktam be nekik a fagyasztóba, pedig sok ember csak azt gondolná, hogy munkások. Hát az a dolga, hogy megcsinálja. Igen, azért fizetést kap, de hogy közben lehetsz ember. Azzal, hogy felviszel neki egy fagyit, vagy azt mondod, hogy gyere le, vagy tartod az esernyőt. Hány olyan sport értékkel is bíró eseményt látunk, amikor a teniszező fogja, ugye tartja neki a kisgyerek az ernyőt a szünetben, és leülteti maga mellé, és fogja neki. Hát mennyire humanity, mennyire emberséges. Nem kell celebnek lenned ahhoz, hogy egyébként emberséges legyen. Lencem, szívesen ráülnék az arcára. Nem kell kommentát, ha nem szeretném, ez csak egy nézői komment, hogy egy kicsit simogassuk a lelket. Van, aki szívesen ülne az arcodra. Van is egy ilyen dal a Brunoéktől, ugye? Ez igen, rá az arcomra. Megkértük a nézőket, illetve, bocsánat, megkértünk téged, hogy pár nappal mielőtt jössz, rakj egy Insta sztorit, helyezzel egy linket, amelyben névtelenül kérdezhetnek tőled emberek. Ezekből összeszedtük a legjobbakat, mert hogy jött jó pár. Na kérlek, az első. Hogy érzed a gyerekeid szellemi és erkölcsi értéke nem romlik az édesanyjuk új közege miatt, és várj egy pillanatot, mielőtt válaszolom, van egy még egy ehhez kapcsolódó. Mi a véleményed arról, hogy a gyermekeid cigány közösségben nevelkednek? Talán az első, ami az erkölcsi és szellemi értékük romlik-e azáltal, ez az a rész, egy másik közeg. Meg ezek azok a kérdések, amikre nagyon-nagyon szívesen válaszolnék komplexebben, de pont ezek a témák azok, amikről nagyon nehezen beszélek úgy, ahogy egyébként kamerán kívül beszélnék veled, mert hogy a bulvár nem úgy hozná le, ahogy egyébként ez ebben a beszélgetésben elhangzik, úgyhogy nagyon cizelláltan fogok fogalmazni ezzel kapcsolatban, és elnézést. De hogy például pont ezeknek a témáknak a megvitatására pont a bulvár miatt nem alkalmas ma már a social média. Tehát, hogy nagyon-nagyon szívesen beszélnék erről, de miután 6 percen belül egy egészen másfajta cikk alapú tartalom jelenne meg arról, amit én elmondtam, talán emiatt ez problematikussá válna. Jó, semmi gond. Volt olyan vállalkozásod, amit ha újra kezdhetnél, nem indítanád el?
Szerintem itt arra gondolt a kommentelő, a kérdező, hogy amiben belebuktál, amivel lehet, hogy nem buktál bele, de annyi gond volt, hogy soha többé. Bocs, és mondhatok egy példát? Abszolút. És kíváncsi is vagyok a véleményedre. Good people everywhere. Hol van a good people everywhere? Az olyan social media platformról beszélgetünk, aminek a kampányában annó még én is benne volt, így ez van. Nagyjából 2 évvel ezelőtt így volt. Van. Megálmodtatok egy olyan platformot, ahol csak és kizárólag a jó van. Jótékonykodás, idézetek, képek, de nincs benne negatív. És igen. Azt gondolom, és mondom cáfolj vagy erősíts, de hogy ez a platform azért nem lett nagyobb sikerű, mert a világ nem akar jó lenni. Abszolút egyetértek, de nem tudnék olyan vállalkozást mondani. Inkább más bizonyos vállalkozásaimba egységnyi idő alatt nem fektettem volna annyi energiát, ahelyett, amit egyébként csináltam volna, ahelyett, hogy dolgoznék. Uh-huh. A Good People egy olyan projekt volt, és még nem halt meg a Good People, de elfogyott belőle az income. Ott uh-huh. ugye nálam nagyobb tulajdonrésze rendelkező tulajdonosok, az én megítélésem alapján próbáltak túlságosan megfelelni mindenkinek, amiből egyfajta iránymutatás, ez egy ilyen, nem tudom, globális Armageddonná változott, és nem tartotta ki a mellett, uh-huh. amit szerettünk volna mindannyian csinálni, úgyhogy ezért van most ez egy picit B oldalon, de alapvetően maga a kezdeményezés, alapvetően maga az iránya szerintem egy üdvössége lehetne a mai social médiákhoz képest. Abszolút. Oké. Okay. Nem, ezek jók, mert névtelenül sokkal bátrabban igen. kérdeznek egyébként igen, az abszolút. Emberek is. Ugye, amikor én szoktam ilyen 2 heti, 3 heti rendszerességgel kérdeztőlemet csinálni. Uh-huh. Ott azért ugye mindig van, névvel. Persze, ott van profil, úgyhogy... Uh-huh. De nagyon kevés jó kérdést kapok. Uh-huh. Tehát hogy ez is például tök érdekes, hogy valahogy nincsenek jó kérdések. Uh-huh. Na, oké, okay. Jön a következő. GVM-mel összeütnél. Én szerintem itt nyilván nem arról, hogy az utcán találkozunk, és van bármilyen konfliktusunk, és verekszünk egy jót, mert nem. De akár egy szervezet kereteken belül, hogyha lenne egy olyan műsor. Starbucksban például? Például. Nem. Nem? Nincs az a pénz. Nincsen? Volt. Hát kampányoltak is ezzel egy időben az indulásnál. Nem. És szerintem ő is pontosan ugyanúgy gondolkodik erről, ami tök üdvözölendő. Ki magyarázna meg a gyerekeimnek, uh-huh. amit látnak a tévében? Uh-huh. Hát ez nem. Nem, 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 nem. És egyébként ezt mind a ketten szerintem tökre próbáljuk felnőtt férfi fejjel kezelni, és tök jól is. Uh-huh. Abszolút érthető. És felnőtt gondolkodásra volt. Oké, következő. Mennyire vagy szégyellők mások és a gyermekeid előtt mesztelenséget? Ha mások előtt egyáltalán nem. De amúgy én imádom. Nagyon szeretem. Ott anyukám gyerekkoromban mindig azt mondta, hogy mire ő hazér, addig nekem át kell öltözve legyek, és leckét kell írnom. Aha. És ez a mai napig megmaradt, ahogy hazérek a melóból, például rögtön levetkőzöm be a szennyesbe, és otthoni ruhába be. De én szeretek egyébként így nudizni otthon. Igen? Uh-huh. Oké, következő. Ki hiányzik neked a legjobban? Hú, hát a nagypapám. Nagypapa. Ő... Sokszor említetted a beszélgetés alatt. Persze, igen. Ő a legnagyobb példaképed? Aha, igen. Mai napig? Nem, anyukám is óriási példakép. Máshogy példakép, mint a nagypapám. Tehát anyukámtól egész gyerekkoromban azt láttam, hogy 3 munkahelyen dolgozik azért, hogy nekünk minden meg legyen. Uh-huh. De így sem volt nagyon sok minden. Ezt mivel aztán egyszerűbb lett az élet, hogy mamáiknak lett a könyvkiadója, és akkor ők már azért jó módban éltek. De tök érdekes, hogy én nagyon sokáig nagyon nehezen beszéltem az érzelmeimről. Valahogy nem tudom, nem tartottam én saját magam, ezt olyan, nem tudom, férfiasnak. Elváltak a szüleim, én voltam anyukám mellett a férfi, uh-huh. és valahogy szerintem ez úgy implementálódott belém, hogy a férfi az olyan karakter, aki... Uh-huh. Én apukámat se láttam például soha sírni. Soha. Te szoktál sírni. Én igen. Ezt mondtad is, talán a Hajdú Petinek mondtad, igen. hogy te nyíltan vállalod. Abszolút. Igen. Ezen nincs baj szerintem. Szerintem sem. Szerintem sem. Csak akinek ez nem... Tehát, hogy filmeken például, hát olyan filmeken tudok. Tehát főleg az ilyen apa-fia jellegű dolgokban azok ilyen nagyon... Vagy gyerek, TikTokon ez a To My Son, biztos, hogy láttad már, anyát, hát ki csinál. Aha.
De hogy papa volt az a személy az életemben, akivel például, akivel tudtam beszélgetni, és nekünk Vadacsonyban volt elkük, és volt egy Gomba névre hallgató kis ilyen kis nád tetejű kis építménye fönt, a ilyen lankás telek volt, és ott meg a legtetején, és akkor lehetett látni a Balatont, és akkor papa ott mindig elmékedett, sörözgetett, el volt, mint a befőtt. És mindig mertem lehozzájuk egy hónapot Balatonra, és mindig, amikor hazajöttem előtte, mindig volt egy ilyen nagy beszélgetés. Hát mindig olyan örömmel mentem oda beszélgetni, aztán milyen érdekes az élet utána, mert jaj, mert mit beszélgessünk, meg stb. Most meg jobb pofán vágnád magad, hogy... Mm-hmm. De ahogy említetted is, ez akkor abban az életfázisodban ez bagatellnek tűnt. Miért kellene nekem apához menni, miért kellene nekem beszélgetni, miért kellene nekem mindig jó fejnek lenni és társai. És ezért nagyon fontos szerintem, hogy sokat beszélgess a környezeteddel, mert ha én akkor mondjuk sokat beszélgettem volna, akkor lehet, hogy valaki elmondta volna azt, hogy oké, de hogyha nem fogsz majd tudni beszélgetni vele, akkor hiányozni fog, hogy nem tudsz beszélgetni. De hogy akkor erről nem beszéltél, nem próbáltál kimozogni belőle, vagy nem merted lehet vállalni azokat az élethelyzeteket, amiben mondjuk éppen vagy. Uh-huh. És aztán meg milyen érdekes az élet, még 4 év alatt meg mondjuk elvesz mindenkit nagyjából az életedből. Hát, hogy eltemettem a bátyámat, eltemettem a 2 nagymamámat, eltemettem a nagypapámat, anyukám beteg. Neki van valami változás azóta, mióta? Hát csináljuk a kezelést, igen, úgyhogy leletek azok tök jók. De hát hogy ezt is például most már úgy apostrofálom saját magamnak, hogy annyira nem kellett nekem az élettel így szembenézni, hogy milyen kibaszott fájdalmas is tud lenni, és hogy nem tanultam azokból a jelekből, amiket ő küldött, hogy lehet, hogy így mutatta meg nekem az élet, hogy szenvedd el ezeket a fájdalmakat azért, hogy mondjuk jobb ember legyél. Ez lehet, hogy rossz kifejezésre. Szenvedd el ezeket, hogy jobban megismerd önmagad. Tehát, hogy az önrevízióban ez szerintem egy nagyon fontos rész, hogy fájdalom nélkül nem biztos, hogy van önrevízió. Fájdalom nélkül nem biztos, hogy totálisan ismered saját magad, és hogyha ezt vissza tudod fordítani lefele, és a gyerekeidnek ezt át tudod majd adni, akkor ők mondjuk ugyanannyi idősen, mint amennyi idősen én nem voltam kész ilyen jellegű dolgokra, lehet, hogy ők tök készen lesznek, és lehet, hogy nekem ez kellett valamihez, amit most még csak feltételezek, hogy mi ez. Nem tudom, van-e komment még, de nem adunk be kommentet. Szerintem ez így kerek, és nagyon szépen köszönöm. Gyors lezárásként, Csuti, van nekünk egy időkapszula rovatunk a végére. 3 kérdést fogok neked feltenni. Hosszan, röviden, ahogy szeretnéd, de már nagyon kell pisálnom. Ezt azért szállt neked, és jó van. Menjünk vissza a múltba. Ha van bármi, amin változtathatnál múltadban, egyáltalán van-e, és ha van, akkor mi lenne az? Hát, hogy ne lenne? Szerintem mindenki életében van ilyen. Egyet mondjak? Mondhat sokat is, csak talán a legfontosabbat. De figyelj, de tudjuk. Sokkal több időt töltenék a szeretteimmel. Sokkal többet látogatnám például a anyai nagymamámat. Sokkal olyan fura, hogy nem tudod, hogy mikor nincs már például holnap. És szerintem az ember életében, hogyha megjelenik a halál, akkor onnantól azért nagyon sok mindent átértékel, és azt gondolod, hogy jó, hát veled ez nem, meg úgy, meg há, és közben meg olyan üres, és olyan maró, és olyan fájó. Vannak kerületek például a városban, ahova például egyáltalán nem szeretek menni. Mert egyszerűen minden... Arra emlékeztet. Aha, igen, és tudod, hogy ott sétáltál velük, és ott fogtad a kezét, és ott tanított, és a marcangol a kérdés, hogy vajon tudják-e, hogy mennyire szerettem őket, és tudják-e, hogy csak azért voltam kretén, mert kamasz voltam. Uh-huh. De hogy merjük kimondani azoknak, akiket szeretünk, hogy mennyire szeretjük, mert tragikus az élet, és lehet, hogy holnap már nincs rá lehetőség,
Úgyhogy talán ebben változtatnék. Sokkal többet mondanám azoknak, akiket tiszta szívből szerettem, hogy mennyire szeretem őket. A múlt után a jelen. Ha te most kiléphetnél magadból, és mondhatnál magadnak egy jó tanácsot, az mi lenne? Az, amit máshogy kellene csinálnod. Tudsz-e olyan dologról, amit most ebben az életszituációban máshogy kellene csinálnod? Most tudod, a jelenben? Abszolút. És tudod is, hogy másképp kell csinálnod, de mégsem csinálod úgy. Szerintem most nagyon-nagyon helyén vagyok az életemben. A múltra visszatekintve, ha kilépnék, akkor azt mondanám, hogy ne dolgozz ennyit. Mert nem valódi értéket rohadtul nem azt mutatja, hogy még ezt is csináld meg azt is csináld meg, hanem takarodjál haza, és legyél azokkal, akikkel amúgy eljön az idő, hogy nem leszel együtt ilyen vagy olyan okból kifolyólag. Nem a munka a legfontosabb, akkor kevesebb dolgot kell bevállalni, kevesebb olyan, úgy kell élned, hogy legyen kevesebb a kiadásod, és ne a munka határozza meg a személyiséged és a jelenlétedet, hanem azok az emberi kapcsolatok, amiket sajnos én háttérbe szorítottam a munka rovására, mert tévesen azt gondoltam, hogy hát én most tudok megteremteni mindent azoknak, akik hozzám közel állnak, és akik nekem fontosak. És az utolsó kérdés, nagyon sok helyen, nagyon sok mindenki felteszi, de szerintem helyén való kérdés. Mit látsz a jövődből? Hol látod magad 5 év múlva? Hol látod magad 10 év múlva? Mit szeretnél elérni a jövőben? Hát... most, hogyha mondjuk minden úgy tudna maradni az életemben, ahogy egyébként van, én többet nagyon nem kérnék szakmaiságból, de azt szeretném, hogy mondjuk 5 év múlva tudja köszönni anyukámnak. Félsz, hogy elveszíted? Édesanyámnak 3 évvel ezelőtt felhívott telefonon, és azt mondta, hogy fiam, egész eddig nem mertem elmondani, 3 vagyunk testvérek, egyikünknek se, de hogy daganatom van. Úristen. Valószínűleg olyan szituáció ez, mint nálatok most. Kikezelték, jól van, nagyon jók a leletek, nagyon jó a vérkép, minden, de még nem telt el az az 5 év. És szerintem ebben a helyzetben nagyjából ugyanabban az életszituációban vagyunk jelenleg, hiszen én nem tudom elképzelni az életemet édesanyám nélkül. Csuti, nagyon köszönöm az egészet, az egész beszélgetést. Én is a meghívást. Nem hiába te voltál az első, és ez most nagyon nyugtázódik bennem, és nagyon mosolyog a lelkem, hogy te voltál. Én nem foglak se tanítani semmire, téged nem is kell tanítani semmire. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a kívást. Kedves nézőknek, meg pedig a figyelmet köszönöm. Ez volt a Ki vagy te valójában podcast első évadának első része. A vendégem Szabó András Csuti volt. Ne felejtsetek el feliratkozni, meg nyomjátok be a csengőt, meg amit ilyenkor szokás. Egy hét múlva találkozunk, addig is mindenki gondolkodjon el, hogy ki is ő valójában. Sziasztok, szép napot! Sziasztok! Köszönöm szépen, hogyha idáig eljutottál, hiszen ez azt jelenti, hogy végignézted az adást. Hogyha bármilyen műszaki cikkre van szükséged a közeljövőben, akkor irány a www.ipon.hu, ahol bármit megtalálsz. Kérlek, használd vásárlásodnál a Ki vagy te kosárkódot, amivel pedig támogatod a munkánkat. Legyen csodaszép napod!